Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Szefemen. 6 óra múlt, 12 perce. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Sziasztok. Jó reggelt. Hello. Drága hallgatók. Egy tapsot megérdemel mindenki, aki kibírta a hetet eddig, gyerekek, hiszen csütörtök van, és egészen jó idő, plusz 4 fok már, ugye, ami gyorsan egy kis időjárás jelentést illeti, hogy mindenki tudjon készülni, sőt, mi több napsütés is 10 fok, úgyhogy... 10 fok? Igen, azt mondják, hogy igen, jön a tavasz. Hát gyerekek, tegnap olyan gyönyörű időben sétáltam a gyerekkel, hogy azt hittem, hogy itt tavasz van. Konkrétan nem kellett rá sapkát adni, sétáltunk, és élveztük a tavaszi napsütést. Mondtam, van remény. Nem? Nem ilyen jó. Egyszer elmúlik, és jó. Egyszer ez is elmúlik, igen. Aj, gyerekek, hát ez a planetárium. Na milyen a planetárium? Kérdezni, hát figyeljetek, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Én azt hittem, hogy ez ilyen kicsit ilyen félfapados, ilyen faszékes, ilyen nagyon, nagyon szociál. Hát az volt régen, faszékek voltak. Amikor gyerekkoromban voltam, ezek a fa... Az nem a planetárium. Na de. Ez Balázs, ez a planetárium. Ilyen, nem faszék, ilyen ronda műanyag székeken ültél, fölfelé néz, és kitört a nyakad. Hát. Bőrfotelek vannak. Nem voltatok egy bőrfotelek. Padok voltak. Zöld padok voltak, és petrolom lámpával világítottak. Gyerekek, mindegy is. Zöld egyszemélyes bőrfotelekben ülsz. Olyan, mint a VIP mozi, mit tudom én, valamelyik bevásárlóközpontban. Tegnap ugye gyerekkel meglátogattuk a planetáriumot, és hát figyelj, egyszerűen szenzációs. Melyik volt az előadás, amire elmentek? Az előadás, az kérlek szépen a Nap gyermekei volt. Halász Judit mondja alá. A Nap gyermekei? A Nap gyermekei, igen. Rólunk szóltak. Igen. Vida Ildikó nyilatkozott, igen, rengetegen. Na, a Nap gyermekei, és arról szólt, hogy néz ki a mi naprendszerünk kívülről, meg milyen bolygók vannak, meg hol megy le a nap, hol jön föl. 4000 gyerek bent, sikítozva tapsoltak minden fényváltásnál, Benni is őrjöngött. 11 órás előadáson voltunk. 11 órán keresztül kibírta Benni. Hát figyelj, nagyon durva volt. Nem hoztak se kaját, semmit. Se, csak ülni bent. Micsoda monstre. Igen, tegnap ilyen apa-fia alapot tartottunk, hogy mondom, Bennikém, amit akarsz. De mondom, én a planetáriumból megyek. És akkor mondta, hogy jó. Jó, akkor jön veled. Igen, akkor megyek én is. Bennikém, amit akarok. Amit akarok, bármire. Amit akarsz, mondom, az egész napot együtt töltöttük, kinéztem egy jó kis planetáriumi programot. A Nap gyermekei, Halász Judit alámondásával, bolygók. Hova tettem a jegyzeteim? Igen, holdra szállás. Mars, Vénusz, Szaturnusz körbejárása, megfigyelése, akkor megmutatták a csillagképeket, hogy ugye például a nagy göncöl, az a nagy medve része, ahhoz képest a sarkcsillag hol van, fényváltások, fi, ez szenzációs, a tátott szájjal néztem. Én utoljára arra emlékeztem, hogy meleg van, 8 éves vagyok, nem adnak enni, és rohadtul tetszik a izé, nem tudom, a kat, és nem tudok mellé ülni, és rohadt ideges vagyok. Tehát körülbelül ez mondjuk föl is háborítja az embert. Ez volt a planetárium élmény. Figyeljetek, high-tech. Olyan durván jó, hogy kultúrát ajánlunk, úgyhogy csak mondom, figyelem, hogy ezt figyelem. Lehet. Figyelem, ez talán kultúra, ez nem baj. De hogy nagyon nagy gyerek imádta. Én ilyen 30 évvel vagy 35 évvel ezelőtt voltam először, és nekem is nagyon nagy csuda volt, hát egyrészt kiszakadtunk a faluból, és utána emlékszem, később még voltak ilyenek, hogy például ilyen lézershow, Pink Floyd. Igen, Jean-Michel Jarre, így van. Igen. Hát ma már ugye egy komolyabb, az akkori technika, ami ott volt, az ma egy komolyabb falusi diszkóban azért benne van, vagy a duplája. Nekem legalábbis úgy, de akkor óriási csoda volt, azóta nyilván már javítottak rajta, tehát azóta már biztos, hogy de akkor az óriási csoda volt. A csillagászati előadást is nagyon élveztük, meg ezt a ízét, ezt a lézer sót, és én nagyon-nagyon szerettem. Imádni valót. És a Benni mit jegyzett meg a legjobban? Imádja, nagyon sokat mesélek neki ezekről, meg nagyon sokat tanítok neki. De a planetáriumból most, amikor hazamentetek, mi volt az, amit nem emlegetett? Melyik a legnagyobb bolygó, melyik a legkisebb, miért van a Szaturnusz körül gázgyűrű, mi minden. Tehát hogy az 50 percet azt ő úgy, ahogy van. Befogadta, néha magyarázni kellett neki egy-két dolgot, mert egy-két dolgot nem értett, hogy történik az a holdra szállás, milyen űrhajó, meg kik szálltak oda le, de minden, méreteket, gyűrűket, gázfelhőket, nagyon-nagyon érdekli, nagyon szereti. Tök jó, mert megláttad az alagút végén a fényt, hogy végre nem erre a Petiről és Gergőről fogtok egymásra beszélni. Végre, este már át kellett nézni a szóróanyagot, amit kaptunk a planetáriumtól, mert ott még leírták külön a bolygókat, méret szerint föl kell olvasni mindegyiket. Úgyhogy jó, tényleg. Volt egy olyan rész, amikor és most bemutatjuk Magyarország legnagyobb távcsövét.
ami egy garázsban áll. És egy fotó, a fotó, és fotó egy nagyon jó a felvetés, nagyon jó a felvetés, mert hogyha a Beni ráfűz a dologra, komolyan vagy komolyabban, és érdekli, hogy, hogy vajon mi lehet az összefüggés az a közt a nagy szerkezet között, meg a közt a kisebb, nem sokkal kisebb szerkezet között, ami lent áll a garázsban, becsomagolva, akkor akár elő is csomagolhatjátok, és elő is vehetitek, nyáron biztos, és hogy előveszem. Nyáron biztos, hogy előveszem. Tehát, hogy azt már megfogadtam, csak hát tényleg kell majd egy ember találni, aki elmagyarázza. Hát meg a kupolát fölépíteni, azért van meló, ilyen, van meló. Az a baj, hogy akkora a dolog, de tényleg akkora, de szívesen csinálok róla egy fotót az Instagramon, hogy ketten kell, hogy kivigyük a garázsból. Tehát nem az, hogy kivisszel, tehát nem bírod, nem tudom egyedül megemelni. Tehát akkora a távcső. Tehát az egy ember meg kell, hogy fogja a tükörrészt, a másik a statív részt, az állvány részt, és úgy tudjuk vinni ketten. Tehát egyedül meg nem mozdított, soha a büdös életben nem viszed el. Tehát föl kell vinni egy lépcsőn, esélytelen egyedül. Tehát nem kitérek. Lift és síren, vagy ilyen sínrendszer is kell, hogy épüljön hozzá, hogy használjon. A kamerát, amivel tolják, tudod ezeket a kis izéket. Úgyhogy jó volt, utána még meglátogattunk egy ilyen játszóházszerűséget. Azt már nem mondom, mert az már nagyon erősek rám lenne. Na, az zárva volt. Úgyhogy úgyhogy kimentünk aztán még a Kopaszigátra, és brutál nagy köveket dobáltunk a Dunába egy órán keresztül. A verseny az, hogy ki tud nagyobb követ bedobni a Dunába. Ki tudja eltolálni a hajókat. Igen, ki tudja eltolálni a hajókat. De Beni nyert. Igen, Beni nyert természetesen, brutál durva volt. És ott csapott le ránk ez a tavasz, gyerekek. Ez a masszív 13 fok, szikrázó napsütés, sehol egy ember. Jó, az a Kopaszigát, szép rész. Szépen megcsinálták azt is, nagyon szépen. És most már ügyeznek a fák, mi pont tegnap Somával érkeztünk haza. És akkor így mondja, hogy mik ezek a zöld bogyók. Hát mondom, élet kell, indult a rügyezés. Ez a rakedról kincs, igen. A rakedról, de az, amire te gondolsz, az, igen, a rügyezés. Ecstasy tabletta kapát zsebébe, de ezt most engedd le. Igen, hagyjad, ezt nézd, a Mick Jaggeres ez a legdurvább, de ez az Elvis és a Mick Jaggeres nagyon durva. Úgyhogy... Úgyhogy jó, hát rájöttem egyébként, hogy kell ilyen napokat tartani, most egy hónapban egyszer kiveszem a gyereket. Covidból. Igen, kicsit tudod, hogy együtt vagytok, hogy jöttök, mentek. Az SOS gyerekfalú. Igen, és akkor úgy nem kell neki se óvodba menni, én ezt így gyerekkoromban imádtam volna, ha ilyen nap van, tudod, amikor úgy nem kell. Azt a suli lesz, onnan már nem veszed ki, úgyis, mert nem akarod, hogy hiányozzon. De figyelj, annyira élvezte, és többször rákérdezett, hogy a többiekben vannak az óvodába? Persze, nem mindenkinek van ilyen napja, azért persze, hogy benn vannak az óvodában. És a Bence is benn van, persze, és a Soma, és ne viccelj, és a Szonya, és persze, hogy benn van az óvodában. És karalábé főzelék van elébe? És az, amit utálok, persze. Az a rossz, az a lisztes, tud. Ugye ő mindig végig kérdezte a kis barátait, egyben meg is nyugodott, hogy azért ő holnap találkozik a kis barátaival, tehát úgy kérdezte, hogy benn vannak az óvodában. Igen, holnap is bent lesznek a kis barátaim, úgyhogy mondtam, hogy ma menjen, és akkor ma meséljen az élményekről, úgyhogy szerintem ma nagy beszámoló lesz, már minden gyerek ráborul majd a pultra, mert a Szaturnusz gázgyűrűjéről fog a gyerek előadást nem tartani. Értitek. Nem értitek, hogy az micsoda? Úgyhogy tényleg jó volt. Az iskolában már csak azért se vehetett ki, mert nem, az most már nem úgy van, mint régen, hogy majd a szülő ír egy igazolást. Négyikben kell lenni a suliba, ugye? Tehát nem lehet csak úgy elhozni, akkor hozhatod el majd, hogyha van egy ilyen sport, például egy sport foglalkozás, a délután 2-től valami edzés, arról neked papír kell. Na, hát. Most már bonyolódik a történet. Nem úgy, hogy csak ki elmegyünk apával kirándulgatni. Jó reggelt! Hát bizony, meg összesen 3 napot igazolhatsz egy év alatt. De hogy is a beteg a gyerek? Ja, az más, az beteg a gyerek, hát orvosi papír. De hogyha így ki akarod venni egy ilyen programra, 3 nap per év. Azért az igen kárcsú. Nem sok. Mi most ezzel jó sáfárkodtunk, mert maradt még a 3 napunk, mert az őszi szünet meg a téli szünet nagyon szép hosszú volt. Viszont a tavaszi szünet az úgy néz ki nekik, hogy 2-től 7-ig lesz a tavaszi szünet. Április 2-től 7-én kedden már mennek, és akkor megpróbálják majd ahhoz lehet passzítani, vagy valahogy nem tudom, mert hát ez nagyon hosszú nekik, hogy júniusig, januártól ez a 3 nap szabjuk van összesen. Az nem sok gyerek. Nem. Hát és fél évet úgy megcsinálni tényleg. Jó, hozzá kell szoknatok a gondolathoz. Egy orvos igazolás, az igen, csak fura lesz, hogy mindig, beteg, amikor a gyerek beteg egy hétig, akkor rohadt. Utána visszajön, gyönyörűen lebarnul, ahol a kicsattanva, a füligérő szájjal. Szolárium kúrád itt a doktor Béli. Nagyon sokat mesélj kopangáról. Sajnos beteg lett a gyerek, el kell utaznunk. Igen, mert olyan krupos lett a gyerek, el kell utaznunk. Nem olyan egyszerű ez már. Tehát nekünk is, mi így indultunk szeptemberre, hogy majd lesz ez, majd
majd lesz, az nem olyan egyszerű, mert haladnak a tananyaggal. És most ugye mit tudom, én 3 napig beteg volt a kis csaj, az órai munkát plusz a házi feladatot bepótolni. Marha nem olyan nehéz. Vidám dolog. Á, és csak első osztályos. Minden nap fölhozta neki valaki a leckét? Megküldte, az ismerősöm SMS-be. És gondoljuk már bele, hogyha a gyerek annyira beteg, akkor hogy tanul otthon, meg hogy foglalkozik a leckével? Tehát, hogy alig lát szegény a kis hát fejéből, le van dugulva az orra, lázas, tudod, hiába viszik fel neki a leckét, hát hogy tanulja meg? Sehogy, de nem is kellett neki, tehát nyilván amikor nagyon vacakul volt, amikor már jobban volt, akkor itt szép fokozatban. Már 40 fokos lázam van. Nektek otthon leckét kell írni? Nem, de ha beteg, akkor otthon akkor meg kell írni. Nem kell írni otthon, megcsinálják benne a suliban, de ja, ezt be kell pótolni az órai munkát is, plusz a házi feladatot is. Olyan tempót diktálnak, hogy nem fogja tudni bepótolni akkor, hogyha arra vár, hogy a jövő héten majd bemegy egészségesen, na majd akkor nem. Mert mi valami alterbe gondolkodunk, tehát én nem simába viszem majd, az biztos. Hát az mondjuk akkor ott lehet, hogy nincs is házi. Ott biztos, igen, én nem adom be simába szerintem. Már meglátjuk, nekünk még van egy évünk, hál' Istennek. Feri jön most, ő a sorba a következő. Én örülök, és soha nem örültem még ennyire, hogy még van. Egyrészt rá is fér, kettő, tök jó, hogy még óvis tud lenni, tehát én annak nagyon-nagyon örülök, meg Beni még nagyon-nagyon nagyon fönt van, tehát ő még sárkányok, ezüsthidak, oroszlánok. Szerinted nincsenek? Na hát ő még nem lenne iskola élet, úgyhogy nagyon jó. Nekünk jövő ilyenkor kell majd elkezdeni. Szépen. Nem, ilyenkor már nem elkezdeni kell, ilyenkor már döntés meghozni. Ja, már szeptembertől elkezdeni. De jó alternatív, az jó lehet. Moácsi csata. 1612. 5-ös! Ha szerinted, akkor legyen. Biztos, ha meg hogy... tudod magyarázni, igen. Akkor biztos, hogy nem adom. Biztos, hogy nem adom a normába. Tehát az egész biztos, hogy valamilyen sima 12 osztályos, másodikba görnyednek 600 iskola kiló táskában, biztos, hogy nem, ilyenben nem viszem. Tehát nem akarom, hogy szétstresszeljék. Mondjuk nálunk nagyon normálisan mennek a dolgok, igen? Pedig egy egyszerű, hogy ugyan relatíve, hát egy önkormányzati, tehát normál iskola, ugye, hogy mondjam. Csak a tananyagattól tananyag. De igen, a tananyag az tananyag, de nagyon aranyos a tanítónén, és nem veszi el, tehát megvan az átmenet az óvoda és az iskola közöttük. Sokat vannak az udvaron, amikor tehetik, kimennek, játszanak, nagyon-nagyon jól reagál azokra a dolgokra, amit egy gyerek, hogy úgy mondjam, az ő kis lelkével megtesz még 6-7 évesen, nem akarja neki elmagyarázni, hogy ez miért nem jó. Mondok egy példát, Karina lerajzolta a családot, fotót kellett volna vinni környezetismeret órára a családról, ő ellinkelte, elfelejtette, reggel eszébe. Vagy nem mondja, vállalta. Tehát a még is benne van. Elfelejtette. Azt mondja, hű apu, fotót kell vinni a családról. Majd bement a szobába reggel a kávéjával, a kis maci kávéjával, és közben ott irogatott. Péter oda ment a hátam mögé, azt mondja, mit csinálsz, Karina? Megcsináltam a feladatot. Nem akarta, hogy Péter fotót keressen, lerajzolta az apját egy rövidújú pólóba. A 41. születésnapjás sörös dobozok közül. Nem, azt mondja, hol van rajta az anyu meg te. Én még itt nem születtem meg, az anyu meg a fotós. Na most ezt képzeld, de betette. Milyen rafkós? Keveset kell rajzolni. Én még nem vagyok anyu, pedig fotóz. Egy ember kell lerajzolni 3 helyet. De fotót kellett vinni, az volt a feladat, és ezt bevitte, és letette, és az Éva néni mondta, hogy na, hát hogy ő ezt a képet hozta, mondta, hogy szerinte nem fogják észrevenni, hogy ez rajz. És Éva néni mondta, hogy nagyon-nagyon szép, és hol van rajta? Nagyon-nagyon szép. Elmondta ugyanezt. Gyönyörű egyes. Nem, elfogadta, és jött ki a suliból boldogan délután. Mondom, na Karina, mit szóltak? Hallom aputól, mi történt? Mit szóltak? Mondom, a családi fotót gyönyörűen nézett ki rajta az apja rövidújú ízebe, és mondta, hogy elitték. Rendben volt, de mondom. De fogadjuk, hogy már olvastátok a kis herceget, és hol van a bárány? Nem, van a dobozban. Igen, és hát is kapták, Karina, egyest elhitték, tudod. De olyan cuki volt. És mi van még az ellenőrzőben? Egy intő? Nem volt. Elbulaszott házi feladat. Tetszett nekik. Itt az egyes, és itt az intő. És partner volt benne a tanítónéni, a huncutságban. Tehát nem azt mondta, hogy nem ez volt a feladat, gyerekem. Persze, az jó, hát az első négyben aztán meg pláne jó, de hát ez egy nehéz. Nem nehéz dolog lesz ez a választás, igen. Na, úgyhogy még jövőre planetáriumozhatsz meg. Még gyerekek, van, még mindenhol. Mindenhol lehet menni. Kezdődik a keménység. Utána meg orvosi igazolást hamisítunk majd. Na, mi újság van? Hogy telt a tegnap? Hát nekem nagyon jól. Van-e még itthon Rubofen, illetve még a kalmopirinből, illetve az miatt algopirin, akkor felét adod a létszik. Igen, beteg? A gyerekláza. Igen, sajnos mi is elkaptuk. Illetve hát nem mi elkaptuk, igen, csak a gyerek. Ennek örülünk, hogy csak nem úgy jöttél, hogy mi. Én jobban ültem volna neki, hogyha én kapom el, és nem a gyerek. De most otthon fekszik, úgyhogy ezen a héten nálunk nincsen iskola. De és ez már az influenza? Tehát az a nem influenza. Hát állítottomból most, nem az? Nagyon durva van most, igen. Nem influenza.
hál' Istennek, tehát hogy elmentünk azért doktorbácsihoz, elmondta, hogy, hogy fül szép, torokkal vannak problémák, meg az orr mondjuk duda, aha, meg azért van egy kis lázacska is, de hál' Istennek, aha, nem ilyen durva, és amíg egy fél algopirin, vagy egy szem Nurofen lehozza a lázat, addig nincs nagy probléma. Akkor sima megfázás. Valami olyasmi. De az a durva egyébként, hogy ezek is már agresszívabbak. Tehát, hogy azt vettük észre, hogy, hogy durvák. Tehát, hogy amikor már a virág megbetegszik, akkor azért mindig érezzük, hogy ott már azért komoly problémák vannak, mert rá egyáltalán nem jellemző. Hál' Istennek. Mi a különbség? Valaki mondja már meg, hogy egy sima megfázásod van, ott is lehetsz lázas, nem lehetsz? Lehetsz már lázas megfázással. Lehetsz, miért nem lehetsz? Ugye? Biztos. Mert mitől tudod az lehetsz, vagy fáj a végtagod? A láz és láz között is van különbség. Nem tudom, hogy ezt miből mondja meg, hogy most folyik az orrod, 36 fokos lázad van, hogy sima megfázás, vagy egy influenza. Ezért ő a doktor. Ezért mondjuk ez igaz, hogy nekem nincs belőle diplomám ebből se. Azon érdemes elgondolkozni, hogy hány ember oltatta magát, ez kiderült, hogy nem az a törzs. Azt olvastátok? Hát azért arról majd beszéljünk három mondatot. Fél, készülsz valamire, ugye, mert ők akkor még nem tudják, amikor az oltást készítik, akkor megcsinálják. Ezért egy baromság egyébként. A legtöbb esetben. És másik jött. De azt olvastam, hogy beoltatta magát nem tudom hány ember, és kiderült, hogy nem az a törzs szaporodott el, és ez az influenza 3%-a ellen véd, mert hogy hát nem azt a törzset tartalmazta. Volt egy nagy cikk erről, tehát nem is valami bulvárlap hozta ezt le, hanem ami komoly cikk volt erről, hogy hát igen, jó, na jó, most tényleg nem hatott annyira, de és beoltatod maga, érted? Minek? De nem vagy benne ha a 3%-ban. Ha nem vagy veszélyeztetett, akkor meg aztán pláne, tessék? Nem vagy benne a 3%-ban, na? Azt legalább megúszod. Utálom az összes ilyen rohadt oltást, de tényleg, utálom, egyszerűen utálom. Na, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetsz. Azt hiszem, csak te játszottál ezen a héten eddig. Hát ma el lehet dönteni. Igen, tehát 2-1, ha ezt a mait még ugye... hozod? Ne hergeljük őket, játszatok egy kicsit. Jó, hozzuk mi a Janival. Így van, ne. Akkor megvagyunk. Játszatok egy kicsit. De még nincs minden veszve, ha esetleg ezt buknánk ezt a mait, mert akkor a holnapi, ugyanúgy, mint még a múlt héten, ilyen. Mert múlt héten is pénteken döntöttünk, meg múlt hét előtt is. Gyerekek, és holnap péntek 13, tényleg? Ja, bizonyám, bizony. Szerintem semmi. Én kicsit úgy érzem, hogy meg fogjuk megint úszni, mint eddig minden egyes péntek 13-at. Most, ha te azzal állsz elő, hogy te félsz a péntek 13-at, tartasz a péntek 13-tól. Na azért. A Valentinra készüljél, tudod? Az arra viszont van. Nagyon készülök, az szombat 14. Szombat 14. Na, az mindig szombat 14. Péntek 13 után, szombat 14. Igen. Miért akkor mindig 16-ra emlékszem, hogy az február 16, de nem. Az 14. Az február 14. Hogy készüljek, öltöztessem díszbe a lelkemet? És mindenképpen, igen, és dörgöld le magad habkővel. Elviszem a Vikit valahol vacsorázni. Nagyon helyes. Így. Eldöntöttem, hogy elmegyünk. A konyhába? Tessék? A konyhátokba, nem? Nem, most úgy szombat este ezt tervezem, hogy ugye elviszem gyerekeket kicsit, leádjuk, és elviszem egy jó helyre vacsorázni. Helyes, azt szerintem szép. Az jó, kicsit kimozdulunk. Főleg így most, hogy már a parancsok száma megnőttük, hadd pihenjenek. Szigorúan gyerek nélkül. Mamánál. Ja nem, persze. Mamánál, papánál, szétszórjuk őket mindenhova. A szélrózsa vidén irányába. Egyet ide, akkor... egyet oda. Elmegyünk, szerintem kicsit kirúgunk ámból. Na jó, van, drága hallgatók, tessék nyugodtan írni nekünk, jó? Ha valaki szeretne velünk játszani, akkor egészen nyugodtan jelentkezzem. SMS-be lehet arcoskodni, kihívni bennünket, SMS-t írni, jelentkezni játékra. Gyorsan, van-e friss közlekedés, azt nézem. Kistarcs M3-as 60-ig jól járható, köszönjük. Budaörsi bevezető szakasza áll, egy autó a tetején fekszik. Atyaisten, Diósdi küldte nekünk. Az Osztyapenkónál igen, alakul a dugó befelé. Dadan is elküldte, hogy autó a tetején. Hát az szép. Akkor ott visz pillanatok alatt nagy dugó lesz. Fél hét van pontosan, jönnek Ákostól a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Azt mondja, hogy az M5-ös Lajos Micsénél a pályát elválasztó szalagkorlát között egy román kamion tarolva parkol, a belső sáv lezárva suhant, küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán M1-M7 bevezető mozdulatlan, a kocsisorok, buszok egy helyben állnak, aki tud kerüljön. Ezt Ancsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, ott az Osztyapenko környékén van egy elég nagy baleset, mert hogy ott egy autó a feje tetejére állt, és emiatt van dugó, tehát a budaörsi bevezetőt azt mindenki próbálja elkerülni, vagy rámenni, hol lehet ott lemenni, várja. Hát ott az Egér útra lehet esetleg rámenni, vagy az Egér útra, igen, ha valaki ott jön
Befelé, tehát arra lehet menni. Esetleg az Egér útra. Esetleg, és ott van még az Egér út. Vagy igen. Az és az Osztyapenko helye. Egyébként ezt imádom tényleg, amíg még mindig úgy emlegetjük, mint hogyha ott lenne, nincsen ott már, és rengeteg olyan ember van az országban, sőt, inkább úgy mondanám, hogy a városban, mert hogy ez a budapestieket érinti, akiknek már a születése után sem volt ott. Igen, és mégis. És mégis. Ők csak csodálkoznak. Mi is azért tejmetszezünk még elég rendesen Lőrincen, meg Vecsésen. Ezek valahogy nem kopnak ki, nekem Moszkva tér, mindig Moszkva tér lesz, mint azt szeretem az oroszokat. Feleciek csak... Igen, igen. Az Engels térre már nem mondok Engels téret, de a Moszkva tér, tehát a Szél Kálmán tér, háromszor kimondtam életemben, akkor az sok. Tehát, hogy az annyira Moszkva tér, hogy... Mondjuk, hogy ez a fővárosi kezdeményezés összejön, hogy, lesz hogy a Barátságparkot átnevezik kőbánya Moszkva téré, Putyin tiszteletére, akkor lesz megint Moszkva terünk. Lesz újra Moszkva tér, most nekem akkor is a régi Moszkva tér. Az Moszkva 1, Moszkva 2. Moszkva tér 1, Moszkva tér 2, vagy Moszkva 1 tér, Moszkva 2 tér. Nem tudom. Ez nekem a Moszkva tér marad. Majd. A Moszkva tér az Moszkva tér marad. Szél Kálmán az. Jó, meg minden, de nem. A Moszkva tér, Moszkva tér. Na, megnézzük ki a játékosunk. Csütörtök van, 2-1-re vezetünk, és itt van a hét negyedik játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Szia, sziasztok. Hello. Szia Balázs. Niki, hello Niki. Igen. Ciao. Szia Balázs. Hello, itt a Jani, Feri is, mindenki, hello. Igen, köszöntöm elsőnök, és sziasztok. De rendesen. Aranyos vagy, köszönöm. Honnan hívtál minket? Mezőberényből. Mezőberény. Békés megyéből. Békés megyéből. És mit csinálsz éppen, Niki? Hát most éppen úton vagyok a munkába, megyünk dolgozni. Úton vagytok, mit dolgoztok? Hát piacozunk, vásározunk, piacozunk. Kis pokrocon mindenféle ezüstétkészletet árulunk. Nem az a KGST piac, a pokroc. Nem ilyenre kell gondolni. Ruhákat, főként ruhákat, cipőket árulunk. Ja, azt hittem, hogy van turmix gép, habverő, eszcáig. Buvárszivattyú és eszcáig. És mindez egy szürke, kockás pokrocon. Árulgáltok. Nem, rendesen, normálisan. Vagytok, profi piacosok vagytok. Az aha. Biztos, hogy itt van, igen. És most csak besegítesz, vagy neked ez a fő hivatásod? Nekem ez a munkám. Ez a munkád? Igen, így van. Ruhát, műanyagot, mindenfélét? Igen. Vasat, krumplit? Tollat, rangyat. Tollat, rangyat. Ó, szeres. És ugyanitt kést is élesztek. Jól van, Nikikem, kivel szeretné játszani? Veled szeretnék, Balázs. Uha. Hogy? Nem hallottam. Veled szeretnék, Balázs, veled szeretnék. De miért? Nem érti. Nem már nincs Annára itt, tudod, mert ő kiment, azt mondta, hogy úgyis mi játszunk. Próbáltad? Nagyon-nagyon boldogat próbálta lebeszélni. Veled szeretnék, Balázs, mondtam is az Annának, hogy azért is veled szeretnék. De mi az oka? Hát az oka, mert szeretnék veled játszani, nagyon szimpatizálok, de mind a hármótokat nagyon egyébként. Aha, de őt akarok. Csak veled készült el a közös fotó, amikor egyszer találkoztunk, sajnos Janival meg Ferivel már nem sikerült. Hol volt ez, valami kitelepülésem? Az biztos, igen, hogy nem Balaton ott volt, füreden. Mert ott te vagy Balaton az első pius. Igen. De már csak a végén tudtalak elcsípni, amikor már mentél az autódhoz. Mikor voltam mi Füreden, gyerek? Tavaly nyárom. A igen. Klassz nyár, igen. Ami csúnyán elásztunk. Ja, tényleg, nagyon esett az eső. Igen. De rossz igen, idő nagyon volt. Esett, igen. Igen, de nagy, az szörnyű idő volt, igen. Nagyon, igen. Na jó van. Nikikém, hát ha így szeretnéd, legyen. Jó, szívesen pihennék egy kicsit, meg meginnem a kávémat a nem létező tejünkkel, de... Én meg nagyon szeretnék már nyerni. Na, meglátjuk. Jani? 3-2-1, fire! Na, rajtad a világ szeme, itt vagyok, figyelek. Itt vagy, Balázs? Itt vagyok. Szeretnék kérdezni, vagy kérdezek én? Hát, majd beszélek akkor én. Jó, beszéltem. Tesóm is játszott már egyszer veled. Tényleg? Tényleg. Az 58. másodpercnél elbukta szegényként. Ó, szegény, szomorú volt? Nagyon szomorúan, nagyon-nagyon szomorú volt. Lehetározni mentünk akkor éppen Budapestre, és az 58. másodperc sajnos... Ki mondta? Aha, ott volt, igen. Orá! Nem, orá. Áll, nem áll. Mi történt? Nem hallottam. Azt mondta, hogy nem. Igen? Uh-huh. Megállítottuk az órát. Nem, azt mondtam, hogy ne. Nem tudom már. Hallgassuk vissza.
Ez az egymásra beszélés, gyerekek. Nehézkedés. Szóval mentetek, ugye ott tartottál a mondatban, hogy jöttetek Budapestre leltározni, és úgy akartad folytatni, hogy... Hogy úgy akartam mondani, hogy nem, de aztán nem tudom, hogy most mit mondtam, hogy ne. Nem. Ezt mondtad, hogy nem. Nem volt. Aha, nem volt. Nem volt, csak Balázs pont rákérdezett egyet, mert hogy ugye megálltál a Szavacska előtt, de te magad is észrevetted. Igen, hogy nem is tudom, igen, hogy ne, hogy mi hallottad. Igen, azért álltál meg, hogy... Tedd a szívedre a kezedet. Ja, lehet-e terelni, most értem, hogy ebben igen. az állapotban vagy, de hát ez egy nem. Mi legyen, gyerekek? Mondjatok valamit. Most mondtam el. Hogy az nem, volt. Nem volt, és tehát, hogy még mondhatom tovább is. Akkor viszont jár a taps nekem. Jár, bizony. Akkor jár. Aj, de kár, de sajnálom. Hanyadik másodperc volt? Hát van, a 35-dik. Még lett volna egy kicsit, nem sok egyébként. Pont akartam kérdezni, csak annyira belendültél, hogy nem is hagytál szóhoz jutni, igen, pont. Annyira akartam mondani, hogy hát, hogyha sikerült, de sajnos akkor majd legközelebb játszunk. Jó? Semmi baj, jó. Niki, köszi a játékot. Köszönöm én. Ciao, hello. A gyerekek, el sokat nem tettem hozzá. Hogy nem, hát kivitte a hetet, 3-1 jelen pillanatban, te nyertél a hallgatókkal szemben. Mi itt ültünk, akartunk, nézd meg, a Jani is majd kirobban, hogy játszon. Alig vártátok, elhappoltad előlünk. Legalább ahogy elhappoltad. Amennyire én is vártam. Jó, gyerekek, akkor viszont 3-1 így van. Ha nem volt, akkor nem volt. Ez a hatodik hét. Ja? Amit behúzunk. És a hatodik hetet sikerült behúzni. Így van. 4 perc, a pontosan 7 óra, Ákos hírei után már is folytatjuk. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel, szép reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak itt a Klassz FM-en. Hello, Feri, hello. Sziasztok, jó reggelt. Gyerek, mi van, retro napunk van? Igen, retro rock napunk van. Vagy AC/DC után egy Van Halen Jump, most még jön egy Europe, és aztán egy Scorpions, és akkor meg is mi vagyunk. Jani éjszaka meghekkelte a rendszert. Hát, bemásztál? Ha nem ilyen lenne. Ha én hekkeltem volna meg, akkor más Van Halen számok lettek volna. Igen, az még nem biztos, hogy annyira hallgatóbarát lenne, legalábbis a rock szempontjából az meg a másik véglet. Tehát valahol a kettő között lehet az igazság. Hát meg ez már inkább pop volt. Hát igen, ennek kevés köze van a fantasztikus szólótól eltekintve. Egyébként, ami eddig Van Halen egy kedvence, sőt, azt mondjuk, hogy ez a legnagyobb kedvence a saját maga által feljátszott szólók közül. Az milyen így. Meghallgatod őket, és itt voltam a legjobb. Igen, az a kategória azért már, akire azt mondhatjuk, és nincsen benne semmi túlzás, hogy neki van mire nagyképűnek lennie. Tehát, hogy azért a világ egyik legjobb gitárosáról beszélünk. Hát igen, igen, abszolút. Csak igen. Azt a szinti hangszint lehetne. Hát ez a szinkronizál. Azt is, hogy játszotta fel a múlt. Tényleg? Igen. Akkor viszont jó. Na, nézzük a közlekedési híreket. M1-es, M7-es kivezetőn autó a feje tetején egy sáv lezárva, ezért torlódik mindkét irány. Ha már megírtam, elküldöm. Üdvözlettel, Áron. Aztán a 441-esen Cegléd és Nagykörös között a sineken balesetmentők, tűzoltók, rendőrség, se előre, se hátra nem lehet menni. Judit küldte. Gyömrői úton kifelé, a szokott helyen, a Felsőcsatári úton figyelnek a rendőrök, ott is mindenki vigyázzon. M3-as pálya, Nagykör 182-193-as között Attila küldte nekünk, és hát igen, tulajdonképpen ennyi. Lajos Mizsel pályát elszállított, Román Kavin, azt viszont már mondtam a hírek előtt. Na, mi az? Csomagot kaptunk, ez Dávid neve, nem tudom, mondta nektek. Hogyne, ez Dávid az interaktív teniszoktatás. Az interaktív teniszoktatós fiú, aki most már hónapokkal ezelőtt bejelentkezett, hogy tisztelt Sebestyén úr, most múlt héten ugye írt egy levelet nekünk, hogy más sportágat választ. Jégkorong, és a teniszhez szükséges szerinte nélkülözhetetlen dolgokat viszont most már nem tudja használni, úgyhogy ezt beküldte nekünk. Most hozta be, hát hogy ez miért kell a teniszhez? Figyelj, van benne zabis, mutatom. Extrudált kenyeret küldött, komolyan mondod? Kenyer, igen, mindenféle extrudált kenyereket. Várjál, mutatom, hogy mi van még itt. Három darabos labda. Nagyon jó. Aha, de ezek ilyen régi labdák, aláírva. Aláírt labda? Valami rá van írva, igen, ugye megnézzük. Hát, ez gondolom. Morning sós labdák, ez Dávidtól. Igen? Zakuszka lehet. Annak tűnik, igen. Igen. Két házi gyártmányú. Így van, két házi gyártmányú padlizsán krém, vagy esetleg ajvár van benne, még azt is elképzelhetőnek tartom. Na, ezeket kaptuk. A teniszoktatásért cserébe. Nagyon igen. Rendes, és mindenféle pizzás és egyéb ízesítésű extrudált kenyerek. Melyiket adjam, mire vagy éhes? Semmire. Na, de köszönjük szépen. Nagyon kedves, és további sok sikert. Igen. A jégkorunkban most már. Jó, de most már akkor írogassam Gangsta Zolinak.
Most már ő az, aki tovább képezt a témában. Igen. Na, gyerekek, a hűtőszekrényről beszéljünk két mondatot, mert itt nagy dolgok történtek tegnap, és hát sok-sok mindenre jöttünk rá itt a hírek alatt. Mert hogy ugye bekameráztuk a hűtőszekrényünket, mert hogy valaki ugye kamember sajtot lopott, illetve nem is kamember sajtot, hanem pálpusztai sajtot lopott, és egyszer meg akartuk fogni a tettest, tettük mindezt úgy egyébként, hogy élőadásban bemondtuk, hogy be van kamerázva a hűtő, tehát azért ember legyen a talpán, aki ezek után még a hűtő közelébe merészkedik, és igen, streameltük a hűtőt, ugye? Igen, de azt gondoltuk, hogy ez el fogja riasztani az illetőt. Igen. Mert hogy azért, hogyha tudod, hogy ott van egy kamera, tudod, hogy figyelnek, tudod, hogy nem csak egyszerűen két vagy három ember figyel a kollégáid közül, hanem egy egész ország, akkor csak nem mersz oda menni az a hűtőhöz, hogy megint megdésmáld. Igen. És streamre tettük a hűtőt, egy olyan streamre, aminek a linkjét megosztottuk a Facebookon, tehát bárki figyelheti a mi hűtőszekrényünket. És a mi hallgatóink figyelték is. Tehát nagyon drágák, folyamatosan írták, hogy kit látnak, Janit látták, Jurit látták a hűtőszekrény előtt, bármelyikünk átment, azonnal írták, hogy ott vagytok, meg vagyunk, látlak benneteket. Vélhetően téged láttak. Vélhetően, csak az nem biztos, hogy én voltam. Szerintem, de az nem tudják, hogy ki volt. És tegnap délután aztán érdekes dolgot kaptunk, egy levelet, mert hogy én nem ültem a stream előtt, nem tudtam nézni, és a levélben az egyik hallgatónk a következőt küldte. Azt írja, hogy nagy erőkkel figyeltem a streameteket. Ez a levél jött 16 óra 18-kor a Morning Show @klassfm.hu-ra. Mivel mozgás nem volt, így amint valami a képbe került, oda kaptam a fejem, két símaszkos arcra lettem figyelmes, akik gyorsan elvitték a hűtőszekrényt. Tehát pont az ellenkezőjét értük el, érted? Mert ezek rájöttek, hogy nézzük, tudták, hogy akarják a hűtőt. Mit csinál? Símaszkot. Figyelj, nem viszél, de felvették símaszkot, nagyon jó. Ketten voltak, arcukon símaszkal és sárga napszemüveggel. Ez mondjuk egy árulkodó jel. Árulkodó jel, igen, tehát hogy azért... Nyilván azt ott fölvették az irodából, tehát ott ilyen klasszos szemüveget. Ja, tehát betörtek a promócióra, onnan elloptak két napszemcsit, és utána jöttek a hűtőért, világos. Sajnos őket nem sikerült lekapnom, de az egyik tettes keze és az ellopás pontos időpontja rögzítve van. És figyeld, ott a fotó. Óriási. Ott viszik a hűtőszekrényünket, első kép készítése 16 óra 9. Fia, olyan pontosság van. Második kép készítése 16 óra 9, 42. másodperc. A leírás, itt már hűlt helye van a hűtőtöknek. És ilyen rohadványos integetős macska van helyette. És beraktak egy integetős macskát. Ezt a nagy klasszik kínai macskát, ugye? Ilyen szerencsózó macska. A rohadékok. Ki volt az? Hát ez az. De írd meg, hol a hűtő? Ugye az a nagy kérdés. Na várjál, mert igen. Mert ellopták a hűtőt, tehát mi reggel beértünk Annával, szokásosan főzte le a kávét. Én már tegnap tudtam, hogy nem lesz hűtő. Benyúlt a hűtőbe, annak kivette a tejet, akkor vesz észre, hogy hűtő sehol. Még szerencsé, hogy volt nánk, utána jött Jani, aki szintén elmondta azt, amit el kellett mondani a témakörben. Igen, elmondtam, mert hogy egyébként megint én szívtam meg a dolgot, mert nekem ugye előre be vannak porciózva, vagy napokra előre a reggelieim, tehát volt benne még egy kis túró, amit Feri hozott, de megmaradt belőle, arra is számítottam, meg benne volt egy fél joghurtom, hogy mindig én szívom meg ezt a dolgot. Hát, és akkor nem hoztam most reggelit ezért. De ki kellett szaladni, és aztán lett. Szóval hol a hűtőszekrény? Na mindjárt mondom, hol a hűtőszekrény. Mi te tudod? Persze, már rájöttünk közben, de várjál, nem is ez a... Én most ebbe mentem a szélszre, elkértem a kulcsukat. Aha. Mert azt hittem, hogy ők voltak. Illetve gyanítom még mindig, hogy ők voltak. Tehát a szélszeseink keze van ebben, vagy a promóciósoké, de inkább a pasikéz. És végigkutattam a szélsznek az irodáját. Ja, nyilván oda átvitték a mi irodánkba. Arra gondoltam, hogy amatőr módon egyébként lerakták oda a hűtőszekrényt, és 5 percet bolyongtam a szélsznél. De nem volt a hűtőszekrény sehol. De akkor hol van? Tehát ha nálunk nincs, ott hiányzik. Szélszről van napszemüveg, ami rajtuk volt. Megvannak a kezek, akkor nyilván oda vitték, vagy hova a vezérigazgató. A kézismerős? Hát. Láttad az e-mailt? Láttam. Nem ismerős a kéz? Nem? Nem. Egyikötök meg sem? Kézről fölismersz valakit. Hát nézd meg azt a kezet. Nem biztos, csak kérdezem, hogy ott látszik egy pulóver, látszik egy óra, tehát hogy Az óra is jellemző. Egy fekete óraszí, hát ez az enyém is, nézd meg, pont ugyanolyan nem. Az óraszí. Mit nem? Nem olyan. Másik? Ez meg a macska. Igen. Ez egy fekete óraszí, gyerekek, hátulról, tehát órát nem is látsz. Tök ismerős az óraszí, én ezen gondolkodom reggel de, óta. Hogy ugye, hogy már láttad valakinek a kezét? Abszolút láttam valakit. Ugye, hogy valakinek ott volt a kezé? Én is, nekem is ismerős. Nagyon ismerős. Azt hittem, hogy nektek beugrik. Igen. Hát és a macska kicsit, is ismerős. Kicsit duzzadt a kéz, ugye? Ilyen kicsit... Az is. Igen, a macska honnan van? Nem tudom, de... Szélszről? Igen, a szélszán láttam ilyen macskát, igen.
Ott így. Kicsit duzzadt a kéz. Kinek van ilyen kicsit vizenyősebb keze? A roha vizenyőse. Figyelj. Szerintem műszaki igazgató, Gyula. Gyula volt? Nem Gyula kéz? Nem, én szerintem ez nem. Ne, Gyula kezek itt akarta volna. Figyelj, de nem hiszem, hogy beraktak egy integető macskát egyébként. Tehát, hogy... Az aljas. És integet a macska. És ott van a streamen, még mindig integet a macskánk egyébként. Még szerintem nagyon durva. Még mindig integet. Na várjál, erre ülünk itt Zsüllel a pultnál, és egyszer csak a Zsüllt belerúg valamibe. Miközben arról beszélgettünk, hogy hol a fenébe van a hűtőszekrény. A Zsül belerúg valamivel, és azt, hogy ez itt mi. Lenézünk az asztal alá, és nem hiszed el, mit csináltak ezek a rohadékok. Berakták a saját hűtőszekrényünket, az asztal alá, hogy csináljunk magunkból komplett hülyét, ami csak egy hajszálon múlt, mert ha Zsül nem rúg bele, akkor mi most nagyon anyázva keresjük a saját hűtőszekrényünket, és üvöltözünk, hogy adjátok vissza. Miközben a hűtőszekrény itt van a lábamnál. Csak én nem rúgtam bele, mert nem érem el a Zsülit mellettem, ő belerúg. Akkor a rohadékok. És berakták ide, hogy nesztek szemetek. De legalább annyi eszük volt, hogy bedugták. Ez vért kíván, gyerekek. Ez a mi teljes megsemmisítésünk és megalázásunk. Jó, egyébként még fél óráig szabad bejárásunk van a szélszre, mert hogy egyébként nálam a kulcs, mert nem adtam még vissza, úgyhogy tulajdonképpen azt csinálunk az irodában. Kakáljunk oda az asztalokat. Tehát tulajdonképpen azt csinálunk az irodájukban, amit akarunk. Mert hogy itt van a kulcs. Csak mondom, ha ők voltak. Ők voltak. Ki más? Hát. A szemüveg. Nem volt a szélszen a hűtő, tehát hát valaki bemehetett és lerakhatta ide. Hát vannak ilyen altató helyek, érted? Két dolog van, a sárga napszemcső, ami csak a szélszen van, vagy a promónál, meg a macska, ami onnan származik. Tehát ha nem ők voltak, akkor valaki betört a szélszre, elvitte a macskát, hogy rájuk terelje a gyanút, bevitte hozzánk, és aztán pedig elhozta ide a hűtőt. Ők voltak. Ők voltak? Egyértelműen szélsz volt? Csak ki közülük. Hát ez az. Hát valószínűleg egy csapatos összeesküvés van egyébként. Mindenki benne van. Az a mázlink, hogy rájöttünk, mert ha nem jövünk rá, és itt nagyon kardoskodunk, hogy adjátok vissza a hűtőszekrényt, és az egész rádióba elterjedt, hogy a hülyék ott volt a hűtőszekrény végig alattuk, az a legnagyobb lama. Nem? Az nagyon. Tehát az a legkellemetlenebb, amikor végig kiabálod az egész adást, hogy adják vissza a hűtőszekrényet, és itt van jobbra a lábadnál lent a hűtőszekrény. Egy fiúztalal, így ráírtuk volna a homlokunkra, hogy loser. Igen. Vagy amikor volt a matricázás, és hátba vágtak, hogy mi van, jól vagy, és közben ráragasztottak a hátad, hogy hülye vagyok, tudod, és egész nap úgy járkáltál az iskolában, hülye vagyok matricával. És mi van, elvették a... Nincs benne valami? Nézzetek már, ha van benne valami fontos. Egy üzenet, vagy kajaf, vagy valami. Semmit nem tettek bele? Hát talán csak annyi, hogy 3 Rudi hiányzik. 5 Csali Rudi volt benne, és most 2 van. A rohadékok még a Túró Rudit is kijelentik belőle, tényleg? Ne csináld! Jó, akkor viszont az előbbi felkiáltásod az jó lesz, ha nem itt kiabálta, hogy mit csináljunk. Akkor elintézed? Megyek is. Amit az előbb felordítottál, hogy akkor ezt csináljuk meg? A szemetek is, még a Rudinkat is kizabálták. Na mindegy, úgyhogy a streamen egyelőre a macska integet. És akkor megvan, hogy kik szemétkednek. Megvan, valószínű, hogy kikettek bele a sajtunkba, és kik szemétkednek velünk. De nem, mert az nem biztos, hogy az elején ők voltak az elkövetők. Lehet, hogy ők már csak a streamre kapták fel a fejüket. Akkor most kaptok. Tehát nem tudni, hogy ugyanők voltak az alapelkövetők, akik a Jani Pál pusztaiját megdézsmálták. Ez lehet egyébként, igen. De arra már sosem fogunk rájönni. Na mindegy. Jó van, úgyhogy a hűtős történet lezárva, a streamet levesszük, jó? És hát így állunk. És köszönjük szépen annak a kedves hallgatóknak, aki a cáfolatlan bizonyítékokat elküldte nekünk. Ő szenzációs, hogy percre lebontva elküldte egyébként, meg is nézem a nevét, hogy hogy lopták el a hűtőt, hány órakor lopták el. Laci. Hűtőlopás bizonyíték. Ez a tárgya az ő e-mailjének egyébként. Ezt megér nekünk egy ajándékcsomagot, nem? Meg elküldjük neki, persze, hogy e-mailben felvesszük a kapcsolatot, hogy hova küldjük, igen. Na, mit csak a macskát? Törjük össze azt a macskát legalább. Ne. Szerencsehozó macska. Hát nagyon jó pofa, hát nagyon jót rögtem. De amikor láttam a hűtőszekrény, egy műanyag kínai. Ott van az övék, akkor abban mi is tegyünk árt. Tehát ha kárt tettek a hűtőszekrényünkbe, akkor tegyünk árt a macskájunkba. Hát valahogy álljunk bosszút. Ejtsük túlszul a macskát. Zárjuk be valahova. Igen. Csak mondom, hogy a karórát megjegyeztem. És ma úgy mész végig, hogy mutasd az órán. Igen. És annyit mondok. Good luck. Keresni foglak. Én hónapokig nem felejtek. Te, aki hozzányúltál a hűtőszekrényhez, azt hiszed, biztonságban vagy. Ha most ide jössz és bevallod, akkor nem esik bántodásod. Ha nem, keresni foglak. Éjjel-nappal. Tűvétezem, érted a rádiót. És megtalállak.
mert ott van a bizonyíték, az óra. És az egy olyan csatt, aminek, amiből tudom, hogy nincs olyan sok. Úgyhogy keresni foglak. És annyira gagyi, hogy nem veszik? Nem, annyira jellegzetes. És ha megvan az elkövető? Ha megvan, akkor csak szólok nektek, hogy megvan, mert látom a kezén az órát, oda megyünk három szaknévsorral, és mindenki egyszer hátba vágja, de nagyon durván. De úgy, hogy csak ránézek az órájára, és nem leplezem le, hanem átmegyek, nektek szólok, visszamegyünk, és brutális pusztítása, rádobunk egy pokocot, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összemegy. Nagyon jó, de ne szaknévsor legyen, hanem egy írat szekrény, vagy valami. Jó, akkor írat szekrény lesz. Jó. Na, azt mondja, hogy jó, akkor a streamet levesszük, hát, nem? Most már sok értelme nincs, hűtő, megvan. Igen. Na, egy érdekes cikket találtunk, és valószínűleg sokan voltak már hasonló cipőben, a cikk egyébként szenzációs, mert hogy üzengetés vette kezdetét egy társasházban, ezt egy internetes oldalon találtuk, egy bizonyos fúró ember miatt. Jaj, és a hír szenzációs. Minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, vasárnap se kivétel, az illető elkezd fúrni, és az a megdöbbentő ebben a társasházban, hogy állítólagosan a cikkírója szerint a hangforrása lassan egy éve nincs meg. Tehát hallod, hogy fúr, de nem tudod, hogy hol? Igen, egy éve nem tudják beazonosítani a fúró embert, pedig társasházról van szó, mégsem tudják kinyomozni, hogy ki az illető. És a lakók után a portaszolgálat is kitett egy szöveget, miszerint a kéréseknek megpróbáltak eleget tenni, és kinyomozni a fúró embert a társasházban, akire gyanakodtak, azokról kiderült, hogy nem ők voltak. És kiderült, hogy egy éve nincs meg az illető, folyamatosan mennek kommandók, akik az adott pillanatban 9 és 10 óra között hallgatóznak lakásokban, hogy honnan jön a fúrás, és nem sikerült megtalálni a fúró embert. Menek körbe, és akkor rátapasztják a fülüket az ajtókra, bejelentkezik. Igen. Ha, hallod, ő az. Nem, szerintem itt senki. Jó, oké, akkor 2B. Érted, és akkor mennek tovább. Igen, hallgatóznak, és évek óta nem tudják, hogy a társas házban hol fúrnak. Mondjuk ez simán elképzelhető, nem lehetnek túl jó minőségűek a hangszigetelők, mert hogy azért vagyok őszinte, hogyha laktatok lakótelepen, már pedig laktatok, akkor tudjátok, hogy bárki bárhol valamilyen zajt csinál, az mindenhol hallatszik. Te megüti valaki a radiátort, abban például mindenhol megszólal a radiátor. Bárhol, bármilyen zajos dolgot, például te szemétledobóba beledobnak pár üveget, mindenki hallja. Omlik a ház. Omlik a ház. Gondolod, igen. Így van. Mm-hmm. Igen. Na most hát pont ezért nem találják, de én azt szemértem, hogy miért nem kopogtatnak be mindenhova fúrás időben, ahol abba marad. Te bevallanád? Hát de hát akkor, érted, akkor az a lakás. Mennyire logikus, tehát bekopogtatsz, tényleg. És ő fúr tovább, nyilván nem fog tovább fúrni, abba hagyja a fúrást, és esetleg kijön ajtót nyitni, és azt mondja ártatlan szemben, hogy nem én voltam. Uh-huh. Te voltál, hiszen most nincs fúrászaj. Érted? Aha. Kiírtak egy levelet, azt írták, tisztelt lakók, hetek óta próbáljuk beazonosítani a fúrás helyét, órákon át állunk ajtók előtt, és a szinteken, mind a három épületben. De akárhova becsöngetünk, a végén kiderült, hogy nem nála történik a fúrás. Sokan jelezték már, hogy hallják, de eddig senki nem tudta megállapítani, hogy honnan, melyik épületből, sőt, melyik szintről jön a hang. Tudjuk, hogy nagyon idegesítő, és sajnáljuk, hogy eddig nem találtuk meg. Bárki bármit tud, ki az, aki időnként fúr pár lyukat a falba, mert hogy ennyit csinál, pár lyukat fúr, az jelezze egyébként. Ezt írták ki. Ez egy korai stádium. Tehát kiírta a közös képviselő, nem tudom, hogy próbálják beazonosítani a fúró embert. Aki egyszer nincs meg. Ez biztos, hogy egy korai stádiumban írodott levél, mert valószínűleg mostanában már olyan, akit hogy te rohadt tetves, mocskos rohadék, hogy a jó büdös édes anyádért fúrsz minden reggel, vasárnap, ha megtalálok, kibelez le. Én imádom az ilyen társasházi drámákat. Én ezeket nagyon szeretem. Amikor eltűnt biciklit keresünk, az a szemét, aki elvitte, adja vissza, mert a gyerek sír. Én olyan kiírásokat láttam társasházban, amikor laktam, hogy a szenzációs. Fölteszem a kérdést, hogyha egy éve tart ez a dolog, igen. És napi három lukat fúr. Nem napi három lukat, de lehet, hogy naponta. Nem tudom. Mondta, mi a harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, tehát nem naponta fúr, minden harmadik nap. Ja, minden, ha akkor is, ha azokon a napokon, amikor hallod a fúrást, az három fúrás, mert igen. Azt mondja, hogy három fúrás van, vagy harmadik naponta, az azt jelenti, hogy 100 napot fúrt egy évben, 300 lukat fúrt a lakásában. Minek? Na ez a jó kérdés, hogy mit csinál? Mit csinál? És mit fúrsz úgy, hogy egyébként belefúrsz a dologba háromszor, és vége van. Nem kalapálsz, nem csinálsz semmit. Tehát utána nem folytatódik a fúrás, majd három nap múlva megint. Vagy egy nap múlva, vagy egy nap kihagyással megint fúrsz. Vasárnap egyébként nem fúr. Hát az úr is megpihent ezen a napon. Kírt egy
illetékes, ugye, illetve egy lakó, tisztelt illetékes, érdeklődni szeretnék, hogy a rendszeres fúró kalapálás, fúrás kalapálás, mely már több mint egy éve húzódik, kb. Minden harmadik nap 9 és 10 órától, mikor marad abba? Fogalmam sincs, mi a cél ezzel a három naponta megfúrt 2-3 lyukkal, de ha esetleg megvan a véglegesre tervezett lyukak száma, szívesen felmegyek és rászánok egy napot, hogy segítsek önnek. Ez rendes, korrekt. Egy konkrét levelezés bontakozott ki ebben a társasházi kis minidrámában, és ezt a levelezést küldték el az egyik internetes portálnak, akik lehozták ezt a cikket. Ki lehet egy festőművész, aki három naponta készül el egy új képpel? De nem tudja, amit aztán felrak a falra? Nincs annyi hely a falon. Akkor pedig nagyon rossz minőségű a fúró, és nem boldogul azzal az egyetlen lukkal, amivel már küzd hónapok óta. De akkor miért nem vesz egy jó fúrót? Na tessék, vagy... várjátok, nézzük meg a helyzetet. Ott vagyunk a társasházban, hogy jössz rá? Tehát most tényleg egy társasházban lakunk, rohadtul megbeszéljük minden közgyűléssel, hogy valaki tényleg fúr, kapjuk el, mit csinálunk. Mi a haditer? Hogy állunk neki? Jön három naponta egy fúrás, tényleg már az agyadat eldobod, a gyerek sír, nem tudsz aludni, tényleg szétcsesz az ideg, vannak ilyen társasházak, ahol megőrülsz. Tehát valaki hozzányúl a, nem tudom, a két lábosához, és te is hallod, ugye? Mindenféleképpen megfigyelő bizottságot kell felállítani. Juli, nyis ablakot, léci. Én csak ebben hiszek. Igen? Hát azért, mert ugye nem tudod, hogy mikor kezd el fúrni. Az idő, amit fúrással tölt, az nagyon rövid, mert három fúrást kifúr, tehát nincs időd, érted, elkapni. Vagyis, mit vagyis csinálsz? Azt kell csinálni, hogy minden folyosóra 0-24-ben fúr. Ne, adott, nem kell 0-24-ben, adott időpontban fúr. De minden nap, aki kell. Hát erről szól a cikk, igen. Tehát de minden nem, nap, azt mondtad, hogy minden nem minden nap jön vissza. De minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között fúr. Akkor minden harmadiknak reggel 9-kor ki kell állni az összes folyosóra, mert mire te elkezded keresni a hangforrását, addigra az abban marad. Ne, ők ezt csinálták, tehát ők azt csinálták, hogy hallgatóztak. Tehát odaállták, aha, hát ez is benne volt a cikkben, hogy odaálltak a fúrásnál, és minden ház ajtónál bekopogtak, amikor a fúrás hangot adták, ön fúr, és kijött valaki, ez kezemben nem volt fúró. Aha. Tehát nem tudják beazonosítani, nem tudják megfogni. Az a baj, hogy ez egy minimum három főből álló bűnszövetkezet, tehát a szomszédoknak biztos, hogy tudniuk kell róla, hogy az ő közvetlen szomszéduk fúr. Tehát olyat legalább hárman vannak olyanok, akik összezárnak. Mert mondjuk most valljuk be őszintén, a szomszédodban fúr valaki. Igen? Te oda teszed a füledet a falhoz, és azt hallod. Egy panellakásban nem jössz rá. Nincs, hát ott pont rájössz. De nem, azt hallod, hogy mindenhonnan de jön azt hallod, hogy mindenhonnan jön a hang. Nem tudják meg, nem tudják lokalizálni. Tehát mindenhonnan jön a hang. Nem teszi, nem tudja oda tenni. Hát mi egy laposúgyi pukit is hallottunk a szomszédban. De pont te mondtad el az előbb, ha valaki megüti a radiátort, azt mindenütt lehet hallani, de nem tudod pontosan, hogy honnan jön. Azt kéne kitalálni, hogy miért fúr. Tehát ha valaki minden nap fölvisz egy darab festményt, akkor ő az. Nem, de nem visz föl nem semmit. Visz föl. Semmit? Nem visz föl semmit. Mit sem modellező szakközt üzemeltet? Hát, könnyen. Ki kell rakni egy hirdetést a folyosóra, vagy pedig a lépcsőházba, hogy 82 éves egyedülálló özvegyasszony vagyok, sajnos nem tudok felszerelni a falra néhány fotót, képet, szegény elhunyt férjemről. Tudnál valaki segíteni? Vagy rendelkezik-e valaki egy jó minőségű fúróval, illetve az ehhez a fúráshoz szükséges eszközökkel? És akkor átjön a csávó, ez jó? Azt mondja, hogy Marika néni, csókolom, én itt vagyok, olyan fúrom van, meghallgatod, hogy ugyanez a fúrózaj, te vagy az. Hogy összehasonlítod a fúrózaj? Persze. Hogy mindenhol becsöngetsz, és mindenhol megkérdez, hogy fúrjanak? Igen, hogy nem. Hát ez mindenki kapcsolja be a fúróját, vagy micsoda? Nem. Ezt nem értem. Azt tudod, hogy ez a fúrózaj, ez hogy szól? Igen. Ugye? A Jani kirakja a hirdetést, hogy Marika néninél föl kell fúrni három darab képet a falra. Átjön valaki, akinek van fúrója, és nyilván ez ugyanaz a csávó lesz, mint aki fúr. Érted? Miért lenne ugyanaz? Miért de bárki? Lehet az. Ja, lehet ugyanaz. Hát de lehet ugyanaz. Egyel beljebb vagyunk. Zsákot a fejére, megpokrocozni. Nincs bank a közelben, de most már komolyan úgy, mint a izében. Milyen, milyen... Lehet egy érc kalapással és egy fúróval próbálnak, minden nap egy kicsit csak fúrnak, és szépen lassan így próbálnak eljutni. Tehát aki a nadrág zsebéből kirázza a kavicsokat, amikor sétál a folyosón, ő az. Ez a társasházi együttélés, ez egy szörnyen könyörtelen dolog szerintem. Tehát aki kitalálta, hogy olyan társasházakat kell építeni, ahol tényleg lejtesz egy lábost, és mindenki fölriad. Ez azért van, mert ezeket ilyen 20 évre tervezték előre, vagy 30 évre maximum, ilyen kicsit ilyen szükséglakás jelleggel, aztán kiderült, hogy ebből a 30-ból lesz ilyen 40, meg 50 is. És hát azért enyhén szólva, és azért nem túl jó minőségek ezek a falak. Megőrülnék, tehát tényleg, sose értettem, és ezek a fúrók egyébként tényleg úgy csinálják, hogy mondd meg nekem, mit kell vasárnap reggel 7 órakor fölfúrni. Te értitek? Mi az, ami nem ér rá? Mi az, ami nem ér rá reggel 10-ig? 11-ig? Vagy miért nem tudja hétfőn délután 4-kor fölfúrni? Tehát mi is laktunk panelházban, ott volt egy olyan csávó, nem tudtuk ott sem lokalizálni, hogy honnan jött. Ő minden szombaton reggel 8 órakor elkezdett szintén fúrni, és nem értetted, hogy mit. És miért 8-kor?
Miért nem 10-kor? Mi az, ami nem ér rá? Hogy mi az, ami nem ér rá? Igen. De csomó ilyen zaj van egyébként, a szokásos WC lehúzós, az az átlagos. Tudod, ami mindig reggel jön, vagy mindig ugyanakkor. Nálunk is például a fölöttünk lévő, vagy alattunk, nem tudom, mert azt se lehet hallani, de nálunk minden reggel 5-kor van nagy öblítés. Hát, mondjuk korán fél, kell. Igen, fél 5-kor kávézik. Hát hallod? Minden reggel 5-kor az van, hogy azt hallod, hogy te is kint vagy pont a fürdőszobában. Jézusom, ez szörnyű. Kimegy. És vizionálod is. És már látod is egy idő után. Van egy ilyen, gondolom, megmos a hideg víz meg is a arcacskát, pici csönd. Csinni, és ez is kukoricát, nem is ettem kukoricát, de nincs ez. De szerencsére nem hallom. Csak az, az a szép, amikor még hallod ordítani. Csak és az említés. Nálunk a társaságban konkrétan ki volt ír, hogy add vissza a kék biciklimet, te roldik, mert sír a gyerek. De ezt a feliratot én láttam, hogy az, aki ellopta a gyerek biciklit, mert nálunk úgy tárolták régen, ahol laktam, hogy az ajtó előtt, nem tudom, volt egy közös tároló, oda senki nem vitte be, és fölmentél 4 emeletes társaságot, és az ajtó elé levágtad a biciklidet. Ugye hát nem vitted be a lakásba, és elloptak egy ilyen kék futó biciklit. És ez volt. Sír a gyerek. És valami lakók ellopták, aki ellopta, adja vissza, és sír a gyerek. Mert a lelkére próbált hatni. Igen, soha büdös életben nem lett meg. Mint a villanyórát mondják sokan, hogy a villanyórát kell nézni. Hogy hol pörög? Hogy hol pörög meg hirtelen a fúrásnál, igen. Ez egy jó. Ez egy jó irány. Hát azért ezek az új fúrók már nem, tehát hogy ha szerintem a nád tévébe van kapcsolva, meg ég két lámpa, akkor ugyanolyan sebesség. Gyorsabban pörög, hogyha nagyobb. Szerintem igen. Lehet, hogy pillantra megpörget, igen. Na, megnézzük hallgatói, hogy milyen problémával küzdenek társasházban. Azok írjanak, akiknek az agyára megy valaki a társasházban, panelházban, panellakásokban. Milyen neszek, milyen zajok, milyen konfliktusok vannak, jó? Ki már üzengetett, az is írjon. Igen, üzengetések, biciklilopások, szemétárolás, szórólapbedobás és minden olyan, ami benneteket egy társasházban kiborít. Mit csinál a lakó és mivel borít ki? Hát csak mondom, hogy én azért üzengettem annak idején két formában, és az egyik a játszótér volt, ott jeleztem a kedves anyukáknak, apukáknak, meg a gyerekeknek, hogy közös ügyünk, hogy sokáig megmaradjon az a játszótér, és sokáig tudjuk használni, úgyhogy ne bontsuk, hanem építsük, vagy legalábbis tartsuk karban, illetve a másik a szemétledobó. De kiírtad? Hát az azért természetesen, igen. De nagyon szépen. Nem volt figyelj, te rohadék, ha még egyszer dohányzol a annyira megverlek, hogy összetoljod magad. Igen. Na, írjanak azok, akik üzengetnek, jó? Hogy mi van a különböző társasházak falán, ki mivel küzd. 7:30 múlt, pontosan 4 perccel jövünk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Furcsa zajokról beszélgetünk, és arról, hogy most nem arra vagyunk kíváncsiak, igazából nagyon sok SMS-t kapunk a témához, hogy mit csinálnak szomszédok, hova teszik a szemetet, játszótér, mit tudom én, parkettáznak. Csak zajok, tehát csak zajokat keresünk, mert ugye talán a Velvet, nem is tudom pontosan, vagy az Index lehozott egy cikket egy társasházi üzengetésről, mert hogy fura zajok vannak, és nem tudják beazonosítani, nem tudják lokalizálni a fúrás hangját. Évek óta megy a dolog, üzengetnek egymásnak a lakók, nyomoznak, hallgatóznak a lakás alatt, de a lakások előtt, de nem tudják, hogy honnan jön a zaj. És kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők milyen zajokkal találkoznak már, vagy találkoztak már, mikor társasházban laktak. Egészen elképesztő SMS-ek jönnek egyébként, hogy ki milyen hangot hall, vagy hallat. Május óta a szomszéd a nap 24 órájában krákog, köpköd és összehányja magát. Az egy év mindjárt. Figyeljetek, az egy év hamarosan. Új a szomszéd. Az kellemetlen. Megjött 10 a szomszéd. Hóra. Neki csak annyit kell üzenni, hogy ACC. Pont. Krákog és köpköd. De a lakásban? A lakásban. Hogy? Gyerekek, hogy? Igen. Hát padló. Úgy. Négy emeletesben lakom, este 9 és 10 között valaki üti a falat. Minden nap. Még nem derült ki, tippem szerint az alsó lakó tornázik medicillabda. Az jó. Az igazi állat. Már kiírtam, azóta is rendszeresen csinálja. Vagy kosáredzés a lakásban. Igen. A felső szomszédom vagy egy mosómedve, vagy egy bérmosó. Minden hétköznap 3 óra 15-kor, hajnali 3 óra 15-kor indítsa el az első mosást.
bérmosó. Azt tudod, hogy van az esti bekészítésem. Csak mondom. Hát vagy felkelsz hajnalba, 3-kor és 3:15-kor elkészíted. Mert van időszítős mosógép, 9-kor berakod, hogy 6 óra múlva induljon, hajnali 3, és akkor 6-ra kész a mosás, és ki tud teregetni reggel. Bizony, vagy ő rendszeresen éjszakás. Hosszú program, 3:15-kor indult, és 6-ra van kész. Hát figyelj, két és három óra nagy fehéret mosol, mi mindig? És lehet, hogy azt csinálja, hogy amikor ő elmegy dolgozni, akkor indítja el, mert egyébként a pihenésben nehogy már zavarja a mosógép. De a hallgató hozzáállása, Réka hozzáállása nagyon tetszik, mert ő a pozitívumokat látja, és ez mindig nagyon fontos az élet minden területén. Nagyon hasznos számomra a 3:15-ös időpont, mert így tudom, hogy még mennyit alhatok. Tök jó. Tehát tök ideig ránézszél az órádra, és egy idő után láthatod, hogy fixe 3:15, még van 2 órád, és utána kellett kell 5:15-kor. Van egy hallgatónk, aki ebben a házban lakik? Tényleg? Na, Anna, de ügyes vagy. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Ádám! Hosszasan sziasztok. Beszéltünk erről a fúrós cikkről, hogy nem tudjátok beazonosítani. Te tényleg ebben a házban laksz? Igen, igen, és van, amikor délelőtt otthon vagyok, otthonról dolgozom. Ne csináld! Már képzeld, de cipőben ülök a nappaliban, meg pulóverben, hogy egyből tudjak ugrani, hogyha jön a hang. Mert a biztonság jön rá, meg néhány ilyen délelőtti otthon lévő emberkével egyből megyünk a lépcsőházba, és akkor próbáljuk megtalálni. Az a igen, riadó lánc. Nagyon jó. Figyelj, igaz a cikk, amit ír, mert ugye nyilván ezt egy hallgató beküldte ennek az internetes portálnak, hogy minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, vasárnapok se kivételek, ahogy látom, rosszul mondtam, így elkezd van, fúrni az illető? Így van. A legrosszabb az az, hogy szombat, vasárnap is, amikor pihennél, 8-9 órakor jön a fúrás, és ez 3-4 lukat kifúr, ahogy mondtátok is, és abban marad. De az alatt már ilyen frankon felébredt, tehát hogy... És utána még egy ilyen 10 másodperc kalapálás körülbelül, de nem tudod beazonosítani, tehát rohanunk az elsőtől a hetedikig, 3 lépcsőházban. Nem hiszem el. És az A lépcsőház azt mondja, hogy a B-ből jön, a B azt, hogy a C-ből, a C azt, hogy a másikból, tehát ezt nem lehet megtalálni. És akkor hogy van? Tehát, hogy minden harmadik nap fúr 3 darab lyukat. Mióta tart? Ilyen, hát én szeptember óta vagyok itthon, előtte külföldön voltam, de állítólag olyan április óta ezt már rendszeresen. Egy éve, 3 naponta, az figyelj, igazad van, ugye Feri, ezt kiszámolt, ez hány lyuk? 300 lyuk. Tehát a lakás konkrétan úgy néz ki, mint egy szita. Ha esik az eső, akkor ott beesik az eső. És egy pici kalapálás van utána? Így van, egy ilyen 10 másodperc kalapálás. 3 tipli. Tudod? És a hallgatók, vagy a hallgatók, a lakók tényleg rohangálnak közben, tehát azt látod, hogy haj zajlik a fúrás, miközben, mint a hallgatók, miért mondok, mindig hallgatók, a lakók, mint a mérgezettek gyerek rohangálnak a lépcsőházban, hogy lokalizálják a helyet? Így van, így van. Én a múltkor kiszaladtam gyorsan, mondom, már cipőben ültem a nappaliban, mert vártam, hogy jön a következő luk, és jöttek fel az alsó szintekről is szaladtak fel. Az egyik srác egy üveg ásványvizet szorongatott a kezébe, nem tudom, mi volt a célja, hogy leöntse esetleg nyakon öntse. Hát lehet, hogy sav volt benne, hogy arcon is savval, vagy nem tudom. Nem tudom, de tényleg abszurd teljesen a helyzet. Tehát én ezt el sem tudom képzelni, hogy mi lehet ennek a célja. És miért mindig 3 naponta arról beszéltetek a többi lakóval? Vagy azt se értem, hogy akkor miért minden nap, vagy hogy 3 naponta? Tehát ebben van egyfajta tudatosság, hogy fixen 3 naponta. Hát teljesen értelmezhetetlen számunkra az egész. És mindig tényleg 3 vagy 4-ukat, van, amikor 10 percenként fúrja be azt a 3-ukat, van, amikor fél óra is eltelik. Ez súlyos. És volt ilyen körlevél így a lakóknak, vagy mit tudom, a lakógyűlés ebben a témában? A lakógyűlés májusban van, úgyhogy szerintem az majd most lesz nem sokára, de először az első emeletről írta ki valaki, amit az is olvasott. Igen, itt van a levél, igen. Tisztelt illetékes, vajon meddig fúr még, akkor átmegyek és segítek, igen. Igen, igen. Ezen nagyon jót nevetgéltünk, amikor így jöttem az a munkából, aztán másnap már a közös képviselő is kiírta, hogy keresik. Tehát ugye a közös képviselőnek van egy telefonszáma, amit egész nap lehet hívni, 0-24 órás portaszolgálat van. És hát már ő is megelégelte azt, hogy folyamatosan csörög a telefon, ugye van két perc. Nagyon jó tippek jönnek, azt mondják, lehet, hogy vadász és kirakja a kitömött cuccokat. Elmegy a 3 napban vadász, és bemész a lakásába, és kell keresni a kitömött állatokat. Vagy makettet épít, és lehet, hogy csak reggel van ideje, és azért fúr, akkor nem a falat fúrná, mert ugye a hang akkor terjed, ha a falat fúrod meg igazán. Tehát akkor nem falat fúrja, egyértelműen. És mi mondom, ez egy körbe van, tehát van egy belső udvarunk is, egy ilyen négyszögletű ház,
És mindenhonnan úgy érzed, hogy a más, hogy máshonnan jön. Tehát, figyelj, egy időt elégként el tudom képzelni, ez barom idegesítő. Tehát, és azt, hogy ugye nem tudod megfogni. Tehát nem tudjátok beazonosítani, hogy ki lehet. Figyeljetek, majd májusban ezt a lakógyűlést arra a napra alakjátok, amikor általában ez az ember fúrni szokott, aki nincs előtt, már eleve gyanús. Ez tényleg, ez jó ötlet. Szűkül a kör, jó. Szűkítsétek a kört, legyen aznap a lakógyűlés, amikor fúr, és úgy, hogy tudjátok hallgatni, hogy van-e fúró hang. Ha van, és nincs ott, akkor már csak 2-3 lakást kell megnézni, vagy 5-öt, akik nem voltak ott. Hát az a baj, hogy a lakógyűlésen eleve kevesen szoktak lenni, hogy nagyon sok ház ki van adva a bérletben a külföldieknek. Ja, úgyhogy nem lehet. Úgyhogy elég nehéz. Van másik jó ötlet is egyébként, ez is ilyen szűkítős, hogy azt mondja itt az egyik hallgató, hogy ugye 3 lépcsőház van ABC, ahogy meghalljátok a fúrást, akkor első nap csak az át kapcsolod le. Ha megszűnt, akkor már legalább azt tudod, hogy az A lépcsőház. Tehát lenyomod az áramot. Mert ugye azt mondod, hogy 280 valahány lakás van, az ugye 3 lépcsőházra oszlik el. Tehát elsőnek lépcsőház szűkítés. Ha megvan a lépcsőház, akkor emelet szűkítés. Mm-hmm. Igen. Tehát a következő fúrásnál csak az elsőt nyomod. Igen, és ha aksis a fúró, akkor sajnos ez nem. Szívtad. akkor kezdheted az egészet előről. Igen, ideg többen a villanyórát, most 300 villanyórát egyszerűen nem tudsz figyelni, mikor elkezd valaki fúrni. Tehát ez nem egy jó megoldás. A hányadik kerületben vagytok egyébként, hogy hol van ez a lakópark? Hát a keleti mellett van egy pár percet. A baleseti központ, az országos baleseti központ. Aha, a baleseti központ. Központ mellett. Hát jó. Egyébként egy új ház, tehát egy 5 éve épült. Tehát az fura, mert azért ez a zaj, igen, ez leginkább a régi panelrakásokra jellemző, hogy valaki fúrt, és nem tudtad megmondani, hogy honnan jön. És nyugodtan fúrhatál, mert tudtad, hogy úgyse találnak meg. Mert hát kimentél a lépcsőházra, és mindent hallasz. Igen. De nem te vagy. Fölöttem is, nem. De fölöttem is például minden éjjel egykor, egy-kettő között küldik valaki, és azt is rendesen hallott, hogy egy óráig engedi magának a vizet, és akkor utána beleül, forgolódik, motorot küld, és mindent hallott abszolút. Tehát azt írja, hogy hallgat, hogy én fúrok, és körbe lambériázom. Bizakodjatok, a felével már kész vagyok. Már csak egyéb. Igen, na jó, Ádám, hát kitartás, figyelj, ha megoldódik a dolog, vagy elkapjátok, vagy van bármiféle erőlelépés, dob már egy SMS-t, és visszahívunk, hogy végül hogy sikerült az illetőt megtalálni, vagy ki volt. Jó, rendben. Vagy elköltözött, vagy abba hagyta, vagy esetleg kiírta, hogy gyerekek, végeztem, köszönöm a türelmet. Tehát ha van az ügynek folytatása, küld már el nekünk, mert nagyon tetszik jó a történet. Jó? Rendben, mindenképpen, köszönöm. Köszi nektek. Szép napot! Ciao, hello. Hello, Adam, köszi. Itt többen kérdezik, hogy mi van, ha fúró az egy magnóról jön, igen, vagy MP3, igen, de hogy hallod a falon, ha tényleg rezeg a fal, azt te hallod, hogy valójában fúrnak, igen. Gyorsan még egy-két SMS, mert szenzációs csak jönnek. A szobabicikli nyikorgása és a zongora szó majdnem minden délután az is jellemző ránk. Aztán nálunk a felső szomszéd gyereke most tanul járni, és reggel 8-tól este 8-ig tologatja a csempén a széket. 8-tól 9-ig csönd, 9 után az apukája és az anyukája kényeztetik egymást körülbelül 11-ig. Hmm. Gyerekek. Gyerek mellett papa, mama, minden nap 9-től 11-ig. Milyen aktív. Hát, nem? Le a kalappal. Készülnek a másodikra. Le a kalappal. Igen. Húskloffolásnál az alsó szomszéd egy percen belül feljött, hogy felújítunk, vagy aerobikozunk. Nem, csak vasárnapi ebéd. Aj, nagyon jó. Az én rohadt felső szomszédom hajnal 2-től hangosan ásít, az de utálom. Az mennyire utálod, mikor valaki így ásít? Igen. Aludjon. Hangosan pukizik, meg ordít. Hát ha már mondjuk a pukinak hangja és átjön, akkor ott azért nagy komoly teljesítmény lehet mögötte. Egyrészt vagy nagyon vékonyak a falak, mert puki. Há, vagy egy erős a bélmozgás. Azért rohadt felső szomszédom hajnal 2-től hangosan ásít, igen. Felső szomszéd éjszaka hajnal 2-ig rendszeresen órákig porszívózik, csak fémcsővel a járólapot. Atya, úristen! Nagyon-nagyon jó SMS-ek vannak. Nálunk a szomszédok igen hangosan hegesztenek este 14 után. 4 menet alatt meg sem állnak. Főleg a nő baromi hangos. Ez Balázs küldte nekünk. Igen. Az én szomszédomat annyira hallom, ezt figyelt, hogy múltkor, amikor zenét hallgatott, be tudtam sezamozni a számot. Ugye van egy ilyen epre, egy program, hogyha te hallasz egy zenét, megnyomsz egy gombot, oda tartod a telefont, és megismeri, hogy mi. Na most ahhoz elég közel kell tartani. Az milyen, hogy az iPhone ezt felismerte, igen. Társasházi kiírás, nem teljesen ide vonatkozik, de nagyon jó. Társasházi kiírás nálunk, kérjük a lakókat, a csőtörést előre jelezzék. Hogy? Te vigyázz tényleg, amikor ezt mennyire szellemes a házmester? Mennyire szellemes, igen. Igen. Jó, és akkor még ilyenek, de ez már nem a konkrét zajokhoz kapcsolódik. Éjjel 2-kor slagot az ablakon kérezte, a második emeletről locsolja a szomszéd az utcán lévő bokrokat és fákat.
Azért az is nagyon kemény. Na jól van, játszunk, jó? Egy kicsit, itt van már is Óven bácsi és Beru néni, és a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Te furcs! Te vagy az? Nem. Timi vagyok. Hello, Timi. Neked van beszélő, hangoskodó, zajongó, fura hangot kiadó szomszédod? Van, igen. Ne csinálj. Pont, mit csinál? Pont fölöttem lakik. Ő éjjel járja az utcákat, és nem, ő nappal járja az utcákat, és éjjel magában megbeszéli, hogy mi történt. Ne, tényleg magában megdumálja, hogy mi történt? Igen, aha. Igen. Mert ma, én mikor mentem a Kossuth utcába, ott állt egy piros autó. Ilyeneket? Igen. Hm. Szóltatok neki, hogy halkabban? Vagy próbáltátok elcsendesíteni? Igen, szóltunk neki. Uh-huh. Igen. Gondolom a bácsi picit beteg, néni? Nem? A néni nem biztos, hogy teljesen. Mert már rá akartam kérdezni, hogy nem ismerőse, hogy a Feri mondta, mert hirtelen rávágtad, hogy igen, így. Van, tudja, négy. Nem a Feri dumál nektek, igen. Na jól van. Akkor mehetünk, felkészültél? Igen. Figyelj, Timi, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Berulén, jó? Aha. Na, kiderül. Na, ez a zaj. Most jön a dal, figyelj. Na. Ó, ez ismerős. Bizonyám. Na. Ez is. Ez is. Milyen szörnyű lehet erre kelni, nem? Nem akarom. 5 óra van, úristen. 3 óra 15, igen, már si elmegy egyszerre. Mutassuk még egyszer? Igen. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Na. Az nagyon jó. Szerintem egy kicsit hosszabbat. Hosszabbat, jó, figyelj, mutatjuk a hosszabb részletet. Na, már szilláltuk az egész dalt. Ez így Britney Spears? Nem. Oh. Hallgass meg, figyelj, be fog ugrani, figyelj! Egy jó kis Pink! Pink, tényleg! Ez ment volna! Mindegy, köszönöm, hogy játszhattam. Na, milyen csalódott vagy, szegénykém. Nagyon szerettél volna nyerni? Hát igen. Igen. Pedig nem volt nehéz, mászlid van, ennél nehezebbek szoktak lenni. Nem jutott eszembe. Szőke volt. Igen. Az jó nyomon volt. Tibi, köszi, legközelebb, jó? Jó, én is köszönöm. Sziasztok. Hello. Átvédőlnek még az SMS-ek. Van baj az országban, mi? Igen, Richelieu azt írja. Én voltam a hatósági tanú, amikor a felső szomszéd megölte a feleségét. Az se rossz. Na jó, de az legalább nem minden vasárnap 6-tól. Onnan tudod. Igen, azért az. De azt is végighallgatni, gyerekek, nagyon kemény. 3 perc, pontosan 8 óra Ákostól meghallgatjuk, mik a legfrissebb hírek. Mi pedig jövünk, ami drága Gáborunkkal a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. M1-es, M7-es bevezetőn a Budaörsi úton baleset van befelé, emiatt van dugó. Többen kérdezitek tőlünk, hogy mi a helyzet, segítsünk. A Madaras Tesco-nál a sor vége, gigadugó, kerülni nem nagyon lehet sem erre, mert ott is minden bedugult, kaptuk SMS-ben. Aztán az is jött, hogy már nincs baleset, csak lassan mennek az autósok és nézelődnek. Aztán valaki azt írja, hogy az M1-es, M7-es közös bevezető részénél egy Ford lerobbant, és ő áll a középső sávban. Amiatt van dugó. Kiru pedig elküldte, hogy az Osztyapenkótól már felgyorsul a sor, balesetnek nyoma nincs, legyenek szívesek a gázra lépni, hogy haladjunk. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. M3-as autópálya 204-es, 205-ös kilométerek között a felüljáró alatt gyorshajtókat fotóznak, üzente Peti. Aztán SMS-ben kaptam, hogy az M5-ös 62-es kilométerénél Pest irányában baleset van, és teljes útzár. Gyerekek, most van ott a mentő, körülbelül 2 kilométeres a kocsi sor. Azt a mindenit. Igen. M5-ös. Kapcsi elküldte nekünk, köszönjük szépen, tehát ez az M5-ös, így van. M5-ös. Pest felé, gyerekek. M5-ös. M5-ös. 62-es kilométerénél. Csak a bevés ismét. Aztán azt nézem, hogy még valami van a 4-es úton. Nem. Azt csak elnéztem, szép volt.
Szép volt, Bali. Na, ezek a legfrissebbek, gyerekek. Nem tudunk segíteni Kerülő útnál az M1-M hétre, mert szerintem az Egér útra is próbáltak ott sokan rámenni, és az is bedugult. Úgyhogy... úgyhogy a fene se tudja. Ott ki kell várni, az Ostyapenko után már lehet haladni. Jó, mindenki tartson ki. Na, mi pedig folytatjuk, mert hogy csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gábor, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Szervusztok. Hello. Hogy vagy? Köszönöm szépen, jól. De jól is nézel ki? Köszönöm. Már megint valami? Készülök korcsolyázni. Zakóban? Nem most. Korcsolyázni. Nem majd a hétvégén. Korcsolyázni. Igen. A plusz 10 fok. Ti már voltatok kint a műjégen? Persze. Mit szersz? Én nem vagyok. Évben megyünk. Én nem vagyok voltam. Műjéges. Olyan szép pedig. Olyan szép. A Feri jár. Szól a zene, ott van a Vajdahunyad vára, este kimegy, nagyon jó. Van egy hangulata. De kivel mész egyedül, korizol egyet? Nem, nem a családdal. Családdal? Igen. Ja, és azért vetted ma már fel a korizó zakodat? Vagy majd csak kiöltöztél arra, hogy ez a tárgyalós zakom, és majd a korizós ruhát is fölveszem. Ma megint tárgyalsz? Mindig tárgyalsz? Igen, agy bizniszbe indul, gyerekek. Hát ez nem csak biznisz, igazából tanácsadás, beszélgetés, tárgyalás, tervezés. Az egészségügyi munka az ezzel jár. És sokan ilyen hátratett kézzel korcsolyázol? Mert az engem jobban érdekel, hogy most így, és van ilyen kockás hosszú sálad, ami gyúszik mögötted. Nem, és sajnos hátrafelé sem tudok korcsolyázni, de hát ha egyszer valaki megtanít. Tényleg. Ugyanúgy kell, csak fordítva, koszorú? Mint előre tudod. Megy a koszorú? Nem. Nem? Ha már koszorú tudod, akkor már jó vagy. Nem? Én csak hallottam, nem tudom megcsinálni, csak eddig így hívják, hogy koszorú. Így hívják? Amikor én tőlem kérdezem, örülök, hogy nem esek el. Viccelsz? Pont tőled, hát is jött, pont tőled kérdez. Mikor kanyarodsz és teszed így, ugye, be a... Egymás elé teszed. Egymás elé teszed a lábadat. Várjál, hogy test az állat felé beszéljük a sült gesztenyét. A sült gesztenyét még hagyján, a sült malac. Ja, bocsánat, hát Gábor. Hát hoztál nekünk érdekes dolgokat, Gábor. Az jobban vagy. Eljött a ti időtök is. Hoztam a 4 komponensű idézőjelvetett antibiotikumból. Erről korábban már beszéltünk, és úgy gondoltam, hogy erről a 4 komponensről egyenként tudnánk egy néhány szót váltani. Ti már itt kóstoltátok reggel, úgy láttam, hogy... Igen. Hogy meggyűlt a bajunk egy kicsit ezzel az anyaggal. Ez szerepel ugyanazon a listán, ahol a taposalknak és a napalm. Mert hogy nem gyenge. Nem játék. A létező szinte összes testünkben található káros kultúrák ellen véd. Ezt a filokokusz, streptokokusz, torokban tenyésző különböző ágensek ellen véd. A tüdőre, az emésztőrendszerre hatásos. És ez a 4 komponens, ha felszabad sorolnom, a torma, a gyömbér, a chili paprika és a fokhagyma. Aha. Jó, csak mondjuk először, hogy mit hoztál, mert ugye nem biztos, hogy mindenki hallotta azt a pár héttel ezelőtt készült adás, amikor elmondtad, hogy meglepsz majd bennünket ezen 4 komponensű anyag összeállításából, ha lehet így mondani, ez egy ital, ugye? Igen. És ez a 4 dolog van benne. Ebből evőkanálnyit fogyasztunk naponta egyszer-kétszer, meg kell szokni az ízét, meg kell szokni finoman a... fogalmazó. Én beleittam, mert jellegét. Azt hittem, hogy finom. Igen. Konkrétan már nem esélytem. Balázsnak van egy nagyon érdekes szokása, ez pedig az, hogy amikor mondják neki, hogy egy kanállal egy jár belőle, igen, megtöveril, megtekröttél. Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. És körülbelül 10-szer annyit vízbe a szervezetében, mint amit ajánlanak. Konkrétan majdnem ráborultam a pultra. Ez most nem volt vicces. Ez az anyag. Ez úgy készül, hogy a 4 értékes védőanyagot összevágják, a tormát reszelik. A vegyvédelmi ruhában egy laborban. Nem, ezek élelmiszerek, és almaecetben érlelik, mint egy 3 hétig, majd összetormixolják, talán egy picit meg is szűrik, és kész. Ez tehát apróra vágott fokhagyma, gyömbér, ugye? Fokhagyma és csili. Fokhagyma, csili, gyömbér, paprika. És milyen egyedik? Torma. Torma. Így van. Ha meg az a lehető legkisebbre vágva, és ez az alma ecetben, hát ugye elvileg tiszta szeszben írja a receptúra, ugye mi ezt így nem használjuk, az teljesen kioldja, szétmarja, az még egy ütősebb anyag lesz. Alma ecet is megpuhítja, egy kicsit szétmarja, és akkor összeturmixolva lényegében ebből egy ilyen formula lesz, 4 komponensű formula lesz, ami én azt gondolom, hogy szinte vetekszik bizonyos
hát idézőjel orvosságok hatásával is. Ugye a szegények antibiotikuma néven elhíresült fokhagyma, torma, az a két komponens. Az természetes, hogy 10 percig nem láttam. Tehát, hogy ilyen tartós vakságot okozott, körülbelül 3 percig, azt mondtam, hol vagyok. Tehát én beleittem tényleg. Én éreztem, hogy egy kicsit jószilébe. Itt el belőle. De finoman mondott. Óvatosan a kezedbe adtam. Egy heti adagot vett be egyszer. Gábori próbálta jelezni, hogy egy kis kanállal. De akkor már néző volt. Mindegy, Balázs. Igen, hogy letekerted a kupakját, és hogy... Hát, hogy... Jó, a C-vitaminból is 15 000 mg-ot teszik. Tudod, hogy a végletek embere vagyok, tehát hogy nem ismerek kegyelmet. Tehát ezt szokni kell, néhány nap után megszokja a szervezet. Szeretném hozzátenni, hogy bár csípős anyagról van szó, de fekélyt nem okoz. Akinek már van fekély, egy ulladás, nyilván ott nem ajánlják, epe problémáknál nem ajánlják, várandóságnál nem. Egyébként egészséges emberek fogyasztják, és azt várjuk tőle, hogy elkerül akár az influenza is bennünket. Hogyha valaki kíváncsi a konkrét hatásmechanizmusára, az nézze meg a 8. utas Hallád című filmet, pontosan ugyanilyen anyag marta át a Nostromo parancsnoki hígja. Igen. Egyébként 8-12 órán keresztül hat egy evőkanálnyi anyag, tehát nem kell mondjuk 2 óránként fogyasztani, ezek felszívódnak, keringenek, és kifejtik a hatásokat. Ez így gyomorra, vagy amikor már kaját? Így gyomorra ajánlják, egy kis vizet lehet utána nyilván fogyasztani, tehát nem evés után, inkább így gyomorra. És érdekes, hogy bele is kezdenék, hogyha lehet a chili paprikával kezdeném, ugye ennek van egy olyan hatása, olyan fehérjéket termeltet a szervezettel, amelynek a zsírsejtekre van pozitív hatása, tehát hogy zsír csökkentő vagy zsír égető idézőjelben. A felső légutak védője. Az érdekes, hogy a chili paprika vagy cayenne paprika más néven nem károsítja, hiába csípős, úgy tudjuk, hogy nem károsítja a gyomrot, mint mondjuk a bors vagy bizonyos irritáló fűszerek, hanem védi a gyomrot. Csak addig rossz, amíg ugye megvédi. Nyilván azt a csípős hatást, amit érzel a szádban, azt érzi a nyelőcső is, és érzi a gyomor is, de nem jelenik meg az irritáló maró hatás, mint mondjuk egy bors esetében. Nyilván azt mondom, hogy ebből is jó az óvatosság, mert hogy az alma ecet, ott van az ecet kérdésről, talán korábban beszéltünk, de egyszerűen nincs jobb megoldás egyelőre erre nézve, és hat. Tehát nem okoz gyomor problémát, én magam is használom, és nincsen semmilyen problémám tőle. Szív- és érvédő a cayenne paprika is, hát rák ellenes hatású. Tudjátok, hogy élelmiszerekről nehéz állítani, és nem is igazán szabad, hogy gyógyító vagy betegség megelőző, ugye mai törvények szerint. Mégis vannak olyan népgyógyászati tapasztalatok, hogy mint nyers anyagról beszélhetünk. A fokhagymát jól ismeritek, egyébként én szerintem ettől nem lesztek fokhagyma illatúak. A fokhagymának ugye van egy enyhe vérnyomás csökkentő, koleszterin csökkentő, értisztító hatása. Kifejezetten mellrák nőknél, ugye férfiaknál prostatarák ellen lehet hatásos a rendszeres allicin, ugye ez a fokhagyma hatóanyaga fogyasztás, és ami kifejezett a vérrögképződést gátló hatás a fokhagymánál, tehát a stroke, a szívinfarktus esélyét csökkenti, széles spektrumú gombaölő, vírusölő és féregűző hatása van. Szeretném megemlíteni, hogy a vércukorszint beállításában is ez az anyag, amit itt fogyasztotok, ez segít. Balázs most egy évre előre beállított. Én most 3-as lett a cukrom egy gyomorra konkrétan. Igen, nincs egy cukor a vér. Az alsó referenciérték alatt van egy féle, tehát ilyen 2,5-3-as cukrom van, igen, és még mindig fél szememre vak vagyok. Most kezdek visszajönni. Azért vagyok ennyire csem, mert most kezdek visszajönni. Jó, de megittem, egy decit megittem belőle. Jó ez, így legalább nem kell semmi ürügyet kitalálnunk, hogy miért nem csókolozunk a feleségünket. Petrezselymet szoktunk egyébként rákcsálni fokhagyma fogyasztás után. Van, aki mézzel keveri, van, aki petrezselymet fogyaszt utána, és ez elveszi a fokhagyma illatot. Jó, ez egy kazal petrezselyem kell kb. Nem vészes szerintem. A csili és a fokhagyma után beszélnék a tormáról. Ez a Volga és a Don vidékéről származó anyag. A szinigrin nevű mustárolaj van benne, amiről úgy hírlik, hogy fél napig hatásos, ugye ez okozza részben ezt a 8-12 órás hatásosságot. Mindegyik anyag, amit itt fogyasztottatok, vagy ami benne van, mind a 4 komponens intenzív légút tisztító, tehát az arcüreg, az orrüreg, különböző melléküregek tisztítja és védi. Ön sem orba is? Nyugodtan te, de elég, ha csak reszeled egy rendes, ez lereszeled, és így beleszagolsz. Igen, a Benin áthások egy ilyen kis fecskendőbe. Nyugodtan. Ja, simán. De ne, én talácsolnám, de nem is húzzuk az időt. Parancsolj. Szeretni fog. Igen. Egyébként, ha már szóba került, hogy mikor fogyasszuk, ilyen zsíros húsok után, vagy füstölt ételekhez segíti valamennyire az emésztést, tehát vérbőséget okozott gyomorban. Hát nem véletlen, ugye a sonka, torma, tojás, szent háromság. Az nem véletlen, hogy húsvétkor azt eszel, reszelt ecetes tormát.
Hogy jobban legyél utána? Hát persze, a sonka nehéz étel, ugye, és akkor azzal könnyítették. A régi ember nem volt hülye. Tehát ő ezeket, régi ember ez, hülye. Ezeket nem. Tudta, mind, amit csak a Gábor idős. Tud, csak Gábor már meg is tudja magyarázni, tudod? Ő torma segít a lebontásban. Ő még nem tudott ilyet, hogy mi van a tormában, mit mondtál. Különböző kénes vegyületek. Ő még nem mondott ilyet, csak ettem sonkával. Okosan. Okos volt az ember. Ez érdekes az, hogy széles spektrumú, tehát vírusokra is hatásos ez a négy komponensű anyag, baktériumokra, főleg a légzőszerveket támadó baktériumokra, és gombákra is. Ugye a torma és a fokhagyma kénes jellegű anyagokat tartalmaz, ilyen kénes szaga is lesz ennek az anyagnak, és ez kifejezetten gombákra is hatásos. És hát marad a gyömbér. A gyömbér is egy trópusi növény, Ázsia őserdeiben őshonos. Nálunk ugye üvegházban termesztik. Biztos értetek már gyömbért. Az én egyik sajnos káros szenvedélyem már ilyen szempontból ez a kandírozott gyömbér. Felhívjuk a Zahert most azonnal. Komolyan mondom, tényleg, nehogy a toxikológián kössék ki Gábor Szilveszterkorra. Nehogy a Zahert kívánjon neked boldog új évet, mert szörnyű világ lesz az. Reméljük, a gyerekek nem hallgatták most. Van egy különleges édes kesernyés íze. Vitatják a hatásait a gyömbérnek, de azért elég sok irodalom szól arról, hogy görcsoldó, hurutoldó, gyulladáscsökkentő, léguti tisztító hatása van. És a gyömbér javítja a koncentrációt, de arra kell vigyázni, hogy nem eszünk belőle sokat, mert afrodiziákumnak számít. És akkor miért kéne rá vigyázni? Ezt mondtam volna. Hát csak óvatosan. Fickós leszel, Feri, fickós leszel. Mi lehülyéskedj még? Még jobban. Afrodiziákum. Az, amely aztán nem ismer rám. Halló, halló. Bizonyám, és amíg közben még mesztelen nőket nézeget az interneten, hát akkor tuti a hatás. Én inkább puraszerűen javasolnám a gyömbér használatát. Ahogy ezt az anyagot is, amit kaptatok, ezt sem kell egész évben fogyasztani. Ilyenkor szezonban, tehát mondjuk egy november, december, januári szezonban abszolút megállja a helyét. És a gyömbérről még úgy hírlik, hogy nem csak fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet javítja, hanem az utazási és tengeri betegség ellen szerep. Tényleg? Hát nyersen igen? Vigyél magaddal egy gyömbért, ha tengeri beteg leszel legközelebb, kezd el nyalogatni, úgy fog csípni, hogy eszedbe nem jut az, hogy tengeri beteg vagy. Tehát már jó ellene. Nem egészen elgondoltam. Elfelejted, igen. De a koncentrációt, a szellemi erőt javító hatását régóta hasznosítják. Kifejezetten szellemi munka előtt a gyömbéres ételek azok egészségesek és jók. Hú, nagyon jó. Gábor, arányokat mondj már, légy szíves, mert ugye a recept az úgy recept, hogyha beleírjuk, hogy miből mennyi van. Igen, egy csésze van mindenből, tehát még egyszer felsorolnám. Torma, gyömbér, fokhagyma és csilipaprika, mindegyiket apróra kell vágni, és egy csésze, tehát ez négy csésze, és úgy emlékezem, de ezt meg fogom erősíteni majd később, hogy 2 liter almaecetben, ezt meg fogom kérdezni a gyártóktól, hogy mennyi almaecetbe kell lesz, hát jó sok almaecetben, hogy azért ugye ez ki fog oldódni. Egy 2 litert mondanék, és ezt érlelni hagyjuk. Tehát nem muszáj mindenből egy csészét, mert azért az így sok lesz, 3 hétig. 3 hét, turmixolás, szűrés. Turmixolás, szűrés, csak és miközben érik, a közben lehet, nyilván kell kevergetni, kicsit megszellőztetni, uh-huh. Van egy ilyen technológiája. A pontos receptet föl fogjuk akkor tenni, hogyha jónak látjátok, mivel ez nagyon nem, jó. Ez így nem kapható forgalomban, illetve nem jellemző, nagyon kevesen készítik. Én is egy olyan családtól szereztem be, akik ennek a szakértői. Tehát föl fogjuk tenni a receptet, és otthon ezt el lehet készíteni. Uh-huh. Csak a koncentreformában így lehet fogyasztani, vagy így fejti ki a hatását, vagy lehet hígítani is mondjuk gyerekek kedvéért? Mondom ezt. Lehet hígítani. Kólával. Lehet hígítani. Sok kólával és vattacukor. Kólával. Lehet hígítani. Hát bárcsak egy gyermek ezt elfogyasztaná, bár azért, hogyha a csilipaprikát lehet, hogy gyermeknél kihagynám. Attól függetlenül, hogy ez, ugye azt mondtam, hogy nem irritál, nem okoz fekély, gyulladást, sőt, inkább csökkenti. A csilipaprikát lehet, hogy kihagynám, és akkor a fokhagyma, torma és a gyömbérrel használ. Hát nem lesz. Igen, azért ezt bennek megkínálnám, azért konkrétan agyon verne utána. Aha, ez, igen. Ezt azért így nem itatom meg. Miért? Azt mondtam, szeret! Hát azért inkább felnőtteknek való, igen. Igen. Viszont tény és való, hosszú ideje, évek óta ezt Magyarországon sokan használják, vagy legalábbis többen, és nem betegek. Tehát szó szerint nincs influenza, nincs betegség. Nem mondom, hogy mindentől megvédve, csodaszer. Nem betegek, Isten megosztalja őket. Nincs már hol beteg. De a hatás az igazolt. Uh-huh. És mióta szereted ezt? Te is érzed egyébként? Tehát jó? Uraszerűen használom, így van. Így van, tehát ez abszolút elkerül a betegség, remélem, hogy hosszú ideig. A hiányzott már egyszer is még az tényleg? Adásból. Egyébként látod, nem? Soha nem olyan influenzás, meg valami. Múltkor még labdarúgás volt a fő spektrum, azelőtt a testépítés, most meg úgy korcsolyázás. Tehát, hogy
Most különböző vagy sportok. Hiányoztak a sikerélmények, és azért nyergelsz át mindig, vagy... Nem, a futás a foci megmaradt. Foci nem ment. Futi futsz tényleg? Mennyi futsz? Sokat? Hát hetente 2-5 kilométert. Wow! Komolyan? Igen, illetve hát a Hungaroring kör az 8 kilométer, de az nem mindig sikerül. Igen, de az gyorsabb a biztonsági erők. Vannak rövidített útvonalak is, igen. Igyen, ott mindig a pályagondnokság kiszed már a célegyenes végén. Mennyire ott van? Kapjátok el! De én nem belül futok, hanem kívül. Indítsátok az autót, nem érhet el az első jobb kanyarig. Ja, Gábor, egy érdekes cikket olvastam most, hogy most kiderült 30 év után, hogy a vaj mégiscsak jó, képzeld el. Te olvastad, te is a héten, majd átküldöm neked, nem? Mert ugye ez még a 80-as években volt, vagy talán még korábban, nem is tudom, hogy halált kiáltottak minden vajevőre, és akkor jött ez a margarin sztori, és most a héten... Hát ez egy nagy lobby volt, hát a vaj sokkal jobb azért. Hát már most már a növényi dolgok is jobbak, most meg már kell sokkal, de most ugye a teljességgel azt mondták, hogy bebizonyították, hogy nincs semmi baj a vaj evéssel. Hát én kíváncsi leszek erre az eredményre, hogy a vaj mellett még mit ettek, ettől is függ. Hát a vajban letagadhatatlan, hogy van mirisztinsav, ami kifejezetten egy káros zsírsav. Telített zsírsavak vannak benne, és koleszterin. A kutya fája. Tudom, hogy vannak cikkek arról, hogy a koleszterin mégiscsak jó. Igen, meg nem az állati zsír mégse okoz bajt. Én nem dicsérem túl a növényi olajokat, mert ugye ott az omega 6 zsírsav, ami nem biztos, hogy szerencsés, tehát nem mindenért, nem minden tekintetben jó a növényi olaj. Emellett ugye a margarin gyártást azt megváltoztatták, erről is beszéltünk korábban, hogy már nem keményített növényi zsírről van, egész más, hogy pozitív változás történt, úgyhogy várom a cikket, és akkor visszatérünk rá. Átküldöm neked, olvasd. De hát ez az egyik, a másik pedig egy meghívást szeretnék átadni a barátaim. Szóltak, hogy most szombaton Túrkevén Kevi Böllér Fesztivál lesz, és jaj, nekem kéne egy nagyon komoly ilyen szakember, aki meg tudja mondani. Annyi, mert vállalnád a speaker szerepet. Speaker szerepet, mert az van érted, hogy tök hagyományos, tehát semmi tartósító nincs, semmi nincs benne, tehát az lesz az iga Túrkeve szombat, igazi elmentes övezet, és várnak szeretettel. Azért a csomagolásnál balira gondoljál, jó, hogy mindig van egy ilyen száj, amit be kell tömni hétfő reggel. Tudod, hogy mindenek örülök. Móka kacagás. Egészségére ezeket se vetem meg. És lesznek vegetáriánusok, csak őket fogják belegbe húzni és tölteni. Nem koszoljuk mi össze a beleket. Hát én azt mondom, hogy jó tormával készüljetek, mindenképp az emésztés javítására, illetve jó házi pálinkával szoktuk. Erdélyi áfonyalekvárral, tehát valami módon én segíteném az emésztést. Könnyítsük. Más nem tehetek ebben a helyzetben. Köszönjük, Gábor. Na, mit reggeliztél, Gábor? Egy kicsit egzotikusabb reggelit választottam magamnak. Na. Mivel, ahogy készültem, mézes hajdinakását készítettem, most a csicsóka sűrítendek. Én imádlak. Mézes hajdinakása? Igen. Nagyon jó. Kis aranyvesző mézzel, akác mézzel. Azt a Viki szereti. És datóját. Na jó, de édes. Minden hétvégére, amikor van egy kis szabad időn, kéri az aranyveszőmét. Akkor visszahoznám a témát a reggelihez. Datója, füge, mazsola, narancs, tehát gyümölcsöt, értem hozzá, kandírozott gyömbért, és kókuszcsipszet majszolgattam hozzá. Sehol egy rohadt bundás kenyér, vagy egy tojás állított a kutyafádat. Nem, ez ide nem élik. Ez ide nem élik be. A tojás az nem, tehát a hajdinakásában ugye azok az értékes komponensek megvoltak, amikre szükségem lesz. A hajdinakása, mint a zapkása, ugyanúgy? Igen, van egy érdekes íze, az első főzővizét el szoktuk önteni, van, aki nem szereti a hajdina ízét, egy kis gesztenye masszát bele lehet tenni, hogy gesztenyés íze legyen. De gesztenye masszát vagy Felipe masszát? Melyiket? Ne, egyáltalán nem mindegy. Tehát miért rakja? Gesztenye masszára gondoltam, igen. Esetleg búzacsírát lehet mellé tenni, különböző magörleményeket lehet, és egy kis diót is tettem hozzá. Ne! Hát na most a fán. Megveszőzzük. De most nem tudtam mézesen megsütni, nem volt rá időm. Te mindenhez teszel mézet? Hallod, aranyvesző méz? Illetve a mézhez teszel időnként egy kis hajdinát, meg bulgur. Nem volt benne sok méz. Komoly kalóriaértéke van ennek a reggelinek, nem? Tehát ez ebben van én benne. Bőségesen reggelizem, viszont utána nagyon keveset eszem napközben. Te mi volt a jeled a zóda, vagy kaptár? Hajdina. Már nem is emlékszem. Hajdina. A lényeg az, hogy én abban hiszek, hogy reggel, egyébként erről is beszélhetnénk, hogy most melyik a legfontosabb főétkezés, és miért. Ha reggel, a reggelid jól be van állítva, akkor az egész napi hangulatod, vércukorszintet, hormonális egyensúlyod, a szervezet megköszöni ezt. Ugye délelőtt van szükség az energiára, sokan nem reggeliznek, vagy nem úgy, ahogy kéne, inkább ebédelnek, vagy még az sem, hanem inkább bevacsoráznak, hát ezzel tönkre lehet tenni a szervezetet, az emésztőrendszer estére elfárad. És ki lehet próbálni, meg lehet szokni, aki azt mondja, hogy már pedig én nem tudok reggelizni, ki lehet próbálni néhány nap után, ez abszolút kialakul, és utána a vacsora is csökken, vagy elhagyható,
Nagyon sokat segít. De jó. Reggel méz vagy geszti massza, és az asszonynak lesz, ugye? De szív! Akkor inkább a Böllér Fesztivál. Akkor inkább a Böllér Fesztivál. Jó van. Oké, Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Mindig. Vigyázz magadra. Ti is vigyázzatok. Most már egy beszélgetés végén látlak is, ennek örülök, hogy kezd. Visszajött? Most visszatértem, gyerekek. Hatni fog az anyag. Egy hétig fog hagymásod befölni. Három méterrel tovább látok, ez már mindenképpen pozitívum. 8:03, ha valaki szeretne velünk hármas ugrást játszani, írjon SMS, jelentkezze játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show. A háború elkezdődött. Ez jobb. A háború. Mindenki beszél mindenkihez, gyerekek. Mindenkinek van minden, ez egy fél hozzáfűzni valója. 3:09 lesz pontosan egy perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A négyesen szólók után négy kilométerre Pest felé most állítják fel a három lábút. Isti küldte nekünk. Megszállta a KPM a 82-es főút a Zircen a buszvégállomásnál, illetve a Cseszneki pihenőnél is kint van a büfékocsi. Naga Dír küldte nekünk. Balaton-Szentgyörgyön mérnek, üzente Peti, valamint az M3-ason kamion az árokban, de nem akadályozza semmi a közlekedést. That's a bad boys, küldte nekünk. Van egy trafink Pécsen, Uránvárosnál, üzenik Gábor, Szexárd előtt az M6-oson most kezdenek mérni. Ezt Krisz küldte nekünk, valamint Nyársapát Nagykörös között két baleset van, mindenki vigyázom, mert nagyon nagy a köd, Cegléd felől Csemő felé terelnek. Gabbancs küldte nekünk, aki egyébként a naphallgatójának véli magát, valamint az M5-ös 62-es kilométerénél Budapest felé, ahogy mondtuk, van egy baleset, a belső sávban mentenek, kisebb torlódás van csak, ezt Galaxis Gabi küldte nekünk, köszönjük szépen. És most jött még egy, azt mondja, hogy trafi a 11-esen a Huszár úton. 11-es? Huszár út? 11-esen, így van, ott is van egy. Van egy trafi, köszönjük szépen. Itt egy hallgató érdeklődik arról, hogy állítok, ma lesz a bejelentés VTCC ZVZV ügyben, hogy a mi Norbink az marad-e. Én úgy tudom, hogy a mi heliszünk, hogy marad Zengőnél, mert ugye elcsábították gyári Hondásnak, és itt valaki kérdezi, hogy fogjuk-e mi közvetíteni a bejelentést, azt ígérhetem, hogy nem, de én úgy tudom, hogy ezzel megszületett ez a döntés. Én beszéltem az Engővel, mondta, hogy utána nagyon szívesen nyilatkozik, sőt, azonnal mi vagyunk az első rádió szinten, akiknek ők nyilatkoznak. Én azt hallottam, hogy marad. Én is. Azért mondom, hogy nem értem a hallgatót, mintha már be is jelentették. Nem, volna. Bejelentés nem volt az a cikk, amit olvastunk, szerintem az ilyen piaci pletykák után írt egy újságíró egy cikket, hogy piaci pletykákat hallva. Aha. De állítólag csábították, de nem megy a gyári csapathoz, tehát marad az Zengőéknél. Mondjuk ez szép dolog tőle, azért, mert nyilván ugye Zengő emelte ki, ő nyomta eddig végig a karrierjét. Biztos, hogy a Hondánál több pénz van, lehet, hogy jobbak a lehetőségek, de ezt a csapatot meg szereti, ismeri, imádja, tudja, hogy itt mindenki megtesz érte mindent. Nem? Hát csak van egy gyári támogatás mögötte. A gyári csapatnál ott van minden. Hát van gyári támogatás, nyilván anyagilag is talán egy kicsit jobb, tehát jobban járna ő, de valamiért mégis lehet, hogy így döntött, lojális, vagy akar elválni. Hát elmondja majd nekünk, ha megvan a sajtótájékoztató, vagy meg volt a sajtótájékoztató, akkor utána felhívjuk Norbit, és akkor elmondja nekünk, hogy miért döntött így. Ez egy valós kérdés egyébként, hogy miért döntött, mert egy hatalmas lehetőség, tehát egy ilyen dolog mellett elmenni. Ki tudja, hogy a következő évad milyen, hát egy technikai sportban azért? Figye, ha azt a fejlődést tudják hozni, amit most már évek óta hoznak Zengőjék, tehát hogy egyre jobb a brigád, akkor még abban benne van, hogy a mostani évad is nagyon-nagyon jó lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ha Honda most megkereste, akkor jövőre is megfogja, ha ugyanilyen a teljesítmény. Meg szerintem az tök szimpatikus, hogy együtt küzdöttétek végig az utat, lehet, hogy többet lehetne keresni, franc tudja, mit kér a Honda, lehet, hogy ki kéne költözni, érted, Japánba, nem tudom, azt nem akarja, azért itt sok mindent kell mérlegelni. Hát igen, de mondjuk ez, na jó, én nem értek annyira ez a dolgokat. Igen, ne is találgassuk, persze, elmondja majd, fogalmam nincs, azért... persze, hát majd ezt elmondja holnap után, ma van a sajtótájékoztató holnap, de ráírok az Engőre, és akkor elkapjuk a Norbit egy interjúra, elmondja majd, hogy milyen okok miatt döntött így. Most játszunk már is, itt van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, szia! Hello! Márti, hello szia, Márti! Márti vagyok, igen. Na, honnan hívtál minket? Berhidáról, ez Veszprémtől egy 20 kilométerre van. Berhidáról. És mit csinálsz?
Itthon vagyok a 2 éves kisfiammal, éppen rosszalkodik itt a labdákat, tologatja jobbra-balra, különböző méretű talán. Úgyhogy... Labdákat tologat. Éppen reggeliztek. Reggeliztek, úgyhogy most már azon túl vagyunk talán. Nem megy bölcsiben? Vagy nincsen bölcsiben? Hát jelenleg nincsen munka lehetőségem, és azért nem megy, de meg gondolkodunk rajta, hogyha lesz akkor lehetőségem, akkor mindenképpen beadjuk. Jót tenne neki. És azt olvasom, hogy azt írtad SMS-ben, hogy hihetetlen gyorsan nő a fiad? Igen, 2 fiam van, a nagyobbik. Hát most már 11 éves lesz idén, 164 centi magas, mindig mindent kinő hirtelen, és nagyon szeretiteket, és mindig kérdezgeti, hogy nem-e játszunk valamit. Mondtam, hogy nem, mert volt már többször, hogy esetleg jelentkeztem, nem sikerült, és meglepetés lenne neki a sapka, mert most az nőtte ki teljesen. Hát odáig el kell jutni. Igen, nem az lenne a célem. Az lenne a cél. Hogy hívják? A nagyfiamat Máténak. Máté. És kosárra járatod? Ha már ilyen nagy. Nincs itt Belvidán ilyen lehetőség, szeretne kosarazni. Egyébként most nézzük a lehetőséget, hogy mit lehetne. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem el fog jutni a sapkáig. Igen? Na megnézzük. Nagyon örülnék neki. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik az az ország, amelynek a neve magyarra fordítva jégföldet jelent? Izland? Így van. Jól van. Menjünk tovább? Igen, menjünk még. Na, így szól a második kérdés. Sapkáért, sálért. Milyen állat után nyomoz az Ace Ventura 2 Hiva természet című film főhőse? Ez egy delfin. Az Ace Ventura 2? Igen. Ott a denevér. Sikaka. Aha. Ugye, hogy ezért kell mindig következetesnek lenni, gyerekek? Igen. Mert most mondtam, igen, van a baj. Van. Ugye, hogy egyszer nem vagyunk következetesek, mert valakinek azt mondja, hogy jó, elfogadjuk a másodikat, és ezt egyszer megteszed, akkor most akkor bemondta a rosszat. Kérdezte csak. Aha. Viszont, igen. Próbálom menteni. Hát csak kérdeztem, de... Igen. Aha. Jó, figyelj, hát nekünk is azért így van szívünk, még ha ez nem is nagyon látszik rajtunk, mert gyerekről van szó, és ő szeretné ezt a sapkácsálat, elfogadjuk, jó? Elfogadjuk, viszont nem mehetsz a harmadikra tovább. Igen, megállítunk viszont. Nem is mentem volna, nagyon szépen köszönöm, nem is mentem volna. Ha így áll az alku, akkor itt megállítanánk, hogy elfogadtuk, mert ugye mondtál egy rossz választ, mi azt szoktuk mondani, hogy sokszor azt mondjuk, hogy hát rossz válasz után jót nem fogadunk el, de mondod, hogy gyereknek lenne, nagyon szeretné, és mivel tudtad a jó választ segítség nélkül, így most kivételesen elfogadjuk. Jó, mit szólsz? Nagyon szépen köszönöm, nagyon hálásak vagyunk, és nagyon fog örülni a kisfiam. Na, örülünk. Nagyfiam. Jó, ez egy Morning Show-s Klassz FM-es sapka, és van mellé egy sál is. Azt hiszem talán fekete, igen. Ugye? Így van. Fekete, így van. Jó, nagyon szépen köszönöm. Na, további jól van. Szép napot. Ügyes voltam. Márti, köszi a játékot. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem belefér, igazságos döntés szerint. A gyerekek néha muszáj, nem lehet. Persze, muszáj következetesnek lenni, de tudod, a gyerekről van szó, akkor mindig az ember kicsit úgy reagál, hogy na jó. Legyen. Jó, tovább nem mehetett a fődíjat, nem tudta elvinni. Maradt egy kérdése tolnapra. Persze, és Márti egyébként tudtad volna a harmadikra a választ, mert a hely, amihez kapcsolódik, egy nincs messze tőle, csak úgy mondom. Nem, mindegy, most már ez a hajó el. De szerintem ő a sapkáját csálért ment. Igen, és szerintem mindenképpen örül. Azt mondja, hogy 67-es úton víz és latrány, tehát ékezetik, hogy latrány, tehát négy helyre lehet tenni. Négy verzió van. Kereszteződésében Uber Trafi 110-esről, ráadásul 70-es tábla van, és lassít mindenkit, úgyhogy óvatosan menjetek. És a Soproni határ kifelé, kint a Labanc, és a Sopron végén vagy Trafi is Zegcsa Bika küldte nekünk, hát ennél bonyolultabb SMS már régen láttam, minden esetre arra felé van egy Trafi, úgyhogy mindenki menjen lassabban. Na, 84-es Sárvár elkerülő háromlábú robotpilóta küldte nekünk, nagy bajom Kaposvár, Dombóvár, Tamási hú, hatóság és balesetmentes műzlis küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na, 9 óra után pedig folytatódik Valentin napi kis vakrandink, ugye?
jön a mi Andrásunk, és hívunk egy újabb jelöltet, mi csütörtököt. És nem lesz egyszerű a döntés, mert ugye Miss Hétfő és Miss Szerda, hát többé-kevésbé lenyűgözte a mi Andrásunk. Igen, Miss Kedda szerintem picit elvérzett, ott a Halloween-nál a beszakadt. Hát nem csak a Halloween, ő volt, más habitus volt. Igen, volt egy rianás, és akkor ott be is szakadt a jég alatt a Halloween-gel. Ott. Szerintem ő darabokra vágta azt a Halloween-et, és eltüzelt a Sparhead. Igen, és hát ők holnap indulnak, már megvan a szobájuk, megvan a hitvesi ágy, előkészítettek hitvesi mindent. Első randi, aló. Hát gyerekek, hát ki tudja. Felgyorsult világban élünk, úgyhogy holnap ők délután már indulnak Sárvára, a hétfőn pedig élménybeszámoló. Bizony, sose lehet tudni a szerelem vak, tudnék mi olyan példát mondani ezzel kapcsolatban. Bizonyám. Igen, nagyon sok példát tudnám mondani, ahol a szerelem van. Úgyhogy hívjuk Andrást, és hívjuk Miss Csütörtököt, meglátjuk, hogy az ominózus kémia, amit sokat emlegettünk, az kettőjük között meg lesz-e. Jövünk ezzel Ákos híre után. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, tele vagyunk trafipaxsal, kitelepült a rendőrség, minden erejét mozgosította, mert minden közlekedés ír arról szól, hogy mennyi trafi van az utakon. Az összes újat üzembe helyezték szerintem. Az egyszer egy ilyen dömping van. Igen. Tesztelik a védarendszer, gyerekek. Uh-huh. Bizony, bizony. Nagyon durva. Van egy nagyon csúnya baleset is. Igen, sok trafi baleset, minden zajlik az a élet. A közben egy négyes. Igen, na, beszélj egy nagy levegőt és nekiállok. Azt mondja, hogy annyival, hogy... Menjünk ki ilyen kávéra. Igyatok valamit, és szellőztesetek. Igen, akkor nem tudja az ember, hogy most azt próbálod meg így jelezni felénk, hogy kezdjük el olvasni, nem, vagy kis időt kérsz. Időt vagy... kérek. Tudod, amikor a diák felelni kezd, hogy még vesz egy levegőt, még úgy húzza az időt, tanul, nem akar kimenni. De fontos, úgyhogy mondom. M1-es 87-es kilométer előtt Bécs irányában felüljáróról mérnek, aztán M7-es fehérvári pihenőben és az 51-es pihenőben is szintén mérnek, Budapest felé küldi csokod. Köszönjük szépen. Baks csomópontnál Jagelló úton lefelé haladókat mérik, és a Karolina úton a Bocskai felé haladókat is. Trafipax van Siófok felé, aztán az M0-ás Dunakeszi lehajtójánál Szentendre felé szintén trafi, Akróbata üzeni, trafi az M31-esen Budapest irányában üdvözlettel Zsiráf, aztán a 35-ös úton most állt lábra a csúcs trafi Tiszaújvárosban, ezt Oxigénes küldte nekünk, és Dunaújváros papírgyári úton sávszűkülés, 6-os úton a Barcsi elágazásnál KPM, M6-os Szent Mihályi pihenő trafi, tömködik a fiúk a költségvetési lyukakat. Ezt Balázs küldte nekünk. Aztán még mindig nincs vége a frissítek. Csónáról kifelé Kapuvár irányában Babakék transporterben van egy trafi. Timelok küldi nekünk Csepelen, a Kossuth Lajos utcában, a Szent Imre térnél. Mérnek a rendőrei? Jézus Isten, mi van? Mi van, ugye? Gyerek? Ekkora a lyuk a költségvetésben? Vagy ennyi a gyors hajtó? Ha már megvettük. Persze, valaki reggel felkiáltott. Már csütörtök! Akkor trafiznunk. Ószra a bevezető úton háromlábúan mérnek a tésztaüzem előtt. Zsoca küldenek, hozdon a tésztaüzem előtt. Na, nagyon jó. Monoron a négyes út mellett van egy trafi. Lehet, hogy egy-kettőt többször mondok, bocsánat, csak amit már először mondtam, nem tudom megjegyezni. Balaton-Szentgyörgy belterületén Keszthely felé szintén trafi. Dabas 5-ös út Molkútnál szintén trafi. Monoron trafi, M3-as 90-es trafi. Hát gyerekek, Balaton-Almádinál trafi tesztelés, Csákváron CBA előtt szintén trafi. És az M1-es 87-es kilométerén a Győr felé trafi a hídról. Hihet csak, hogy jobban szórakozzunk. Egymás alatt vagy 30 darab trafi. És ebből 28 ugyanaz, csak bizony, nem veszem észre. Viszont kékkel szoktuk ezeket színezni, ránéztem a képernyőn, és azt hiszem, hogy újra kérdítenem a gépet. Na, ezt Dávidnak köszönjük szépen az akuszkát, nagyon finom egyébként, az ajándékok megjöttek, abszolút. És többen kérdezik, hogy mi a helyzet a hűtőszekrénnyel. Ugye hát nyilván nagyon sokan nem tudnak bennünket 4 órán keresztül hallgatni. Gyerekek, egy orbitális bűnszervezetben dolgozunk, ez ugye kiderült tegnap, ami drága kollégáink videót készítettek a lopásról, mintegy az arcunkba röhögve. Szóval símaszkos. Szembe köptek, nem röhögtek, ők köptek. Igen, szembe köptek bennünket, símaszkban bemerészkedtek a bekamerázott cínikus szobánkban. Cínikus állatok. Sárga Klassz FM-es napszemüveget húztak fel, felemelték a hűtőszekrényt, elvitték, majd linkelték ezt a videót, ami Facebook oldalunkra, leraktak egy integető macskát, és még többször beleintegettek. Fekete símaszkban, szemüvegben, ami kis kameránkban, amit ártatlanul oda tettünk, hogy megtudjuk, hogy ki a Jani sajtolvaja. Tudjuk, hogy kik azok? Hülyét csináltak belőlünk konkrétan. Olyannyira, hogy reggel egy órán keresztül kerestük a hűtőszekrényt, a szélszre gyanakodva elkértem a kulcsot, bementem. Minden iroda, a helyiségbe, polcra, szekrényben, ahol benéztem,
nem volt náluk a hűtőszekrény, erre kiderült, hogy Zsül belerúgott valamibe a saját asztalunk alatt, és itt jön a szemtelenség, tehát ez a trójai faló, tudod, hogy bejöttek úgy, hogy már itt van, akit és se vettük, és itt van az asztal alatt. Itt találtuk meg az asztal alatt a hűtőszekrény. Nem, hihetetlen. Én reggel, amikor bejöttem, megnéztem az átadás átvételi füzetet, hogy ki volt az, aki leadta, illetve fölvette a kulcsot ebben az időpontban. Igen. Megnéztük, és természetesen nyilván ez nem a portaszolgálatok hibája, nekik nem kell ellenőrizniuk azt, hogy valaki írás tudó-e vagy sem, de egy krikszkrax volt csak így befirkantva, olvashatatlanul. Zseniálisak. Fú, nagyon jó. Mondjuk, zseniálisan. Ha valahol el akarnék dugni valamit, az tényleg Zsül, mert ő mire észrevesz, hogy egy elefánt van előtte, az is ne... Ugye? Gyerekek, a fricska nagyon nagy. Zsül mentett meg minket. Most még ütnénk az asztalt, hogy adjátok vissza a hűtőszekrényt, úgyhogy itt van az asztal alatt. Tehát ez a nagyon pofátlan, de nagyon szellemes. Nyomultok, kiabáltok, persze, itt hülyék észre veszitek, itt van az asztal alatt. Nem, nagyon de kell. Szellemes, szellemes. Nagyon. És a de három túró Rudi, az neked smafu, ami eltűnt belőle? Abból egyén voltam. Hát ezt nem hiszem el. Ma reggel, nem tudom, mikor leltároztatok, de én ma reggel, mert az a Jani Csali túró Rudi. De gondolom, ha megvan a hűtő, hát akkor azért igen, egyre akkor csak odaérhetek. Hát akkor hát még mielőtt megint ellopják, nem? Ha itt már tényleg mindenki kaját elviszi, akkor legalább egy túró Rudit mentsünk meg. Úgyhogy most őket kérjük meg, nem tudjuk, hogy kik voltak még pontosan, mert itt ez mindenki terem, hogy vigyék vissza, hogy mi még nyomorultunk, most vissza egy cipeltjük. Nem, azt mondja, hát vigyék vissza. Tessék? Vigyék vissza, mielőtt feljelentést teszünk, hogy nem tessék. A van menük tartás, itt hagyják, és mi két napból végignézik, hogy nyomorultunk, visszacipeljük egyébként a saját hűtőszekrényünket. Jó, úgyhogy a streamet levesszük, akkor okafogyottá vált a dolog, de hát szép. Gyerekek! Meglettünk vezetve kicsit. Ja, csúnyám. Csúnyán megvezettek bennünket, igen. Na, Valentin nap, ugye holnap már indulnak fiataljaink, és hát belevetik magukat a sárvári romantikázásba. Romantikus hétvége, úgyis mindenki szeme könyvelábat, hiszen közeledik Valentin, és arra gondoltunk, ugye, hogy ne olyanok menjenek most romantikázni, akik egyébként is tudnak, és van párjuk, szóljon ez kicsit a szinglikről. Az ötlet beválni látszik, 8-9 ezer e-mailnél tartunk egyébként, Jézus. Döbbenetes mennyiségben jelentkeznek csajok és pasik, akik szeretnének ismerkedni. Most már inkább csak csajok, hiszen András megvan. Na azért bebe úszik még egy-egy férfi is, hogy ő vállal minden, csak hadd menjen. Ő nagyon szereti Sárvárt, ebbe elviszi Andrást is, nagyon szívesen csak hagyjusson el Sárvára, igen. Tehát írnak még fura módon férfiak is, még mindig egyébként, igen. És még mindig van két esélyesünk, aki kiütheti a nyerekből azokat, akiket, vagy azt a hölgyet, akit kinézett magának András, nyilván nem, még ezt nem árult el nekünk, de ugye van ma Miss Csütörtök, meg holnap Miss Péntek, és az lenne a legnagyobb csavar, hogyha mondjuk Miss Péntek lenne az, aki teljesen váratlanul néhány órával az indulási időpont előtt mindenkit kiütne a nyerekből. Igen, szerintem Miszket kiesett, kimondhatjuk, de hát András majd ott nem volt kémia. Tegnap nagyon jól működött a dolog, nagyon. És hétfőn is nagyon jól működött. Kérdés, hogy a mai jelöltünk milyen? És hogy András mennyire tátosodott meg? Ő nem baj, hogy ilyen. Nem az a nagyon durva csajozógé, bár ember legyen a talpán, aki élőadásban nagyon tud csajozni. Ő ez a kis visszafogott, kicsit humorizál. Csajozógép, de furcsán. Kicsit néha furcsán csajozik. Igen, még nem is mondanám igazából csajozógépnek. Most egyelőre nem tudni, hogy spinning versus zumba versenyből csatából ki fog kikerülni. Tényleg az egyik, hogy spinninges, másik zumbás. Az a durva, hogy rengeteg e-mail jön, akik a bejelentkezett lányokra jelentkeznek. Tehát, hogyha azt mondják, hogy oké, András elviszi Miss Szerdát, Miss Hétfő Csütörtököt, dobjátok már a kedvet. Na, tehát itt elindult egy ilyen szingli Valentin, mindenki ismerkedni akar a csajokkal, akik ugye majd nem találnak párt Andrással, ha esetleg egyik jelölt se tetszik neki. Tehát itt most mindenkit meg akar kapni. Jönnek a profil lepattanozók. De olyan nincs, hogy egyik se. Nem, valakivel el kell menni. Nem, mert szerintem már két jelölt van. Aha. Tehát valószínűleg el tud menni. Ugye több szabály van. Az egyik, hogy pénteken el kell indulni. Nem találkozhatnak addig, valahol egy benzinkúton megbeszélik majd kinek az autójával, összekötjük őket, és együtt kell tölteni a hétvégét, nincs menekvés. Tehát nincs szombat reggeli hazaindulás, semmilyen. Jó, mi van akkor, hogy András azt mondja, hogy srácok, nem tudok dönteni, úgyhogy kettőt vinnék. Hát figyelj, ha két lány benne van. Még a két lányt akkor kössük össze, és beszéljük már meg adásban, mert azért meghallgatnám, hogy ott milyen beszélgetés van. Igen, melyik a legszebb testrészem, kérdezi Katicától, tudod? Igen, az lenne pikanté érvény. És a lányok alszanak együtt, András meg kint van a folyosón. Vagy András itthon marad is, csak a lányok mennek. Na jó, elég a fantáziálásból. Kivel kezdünk, Anna? Lányjal, a lányokkal, mármint egy lányjal. Jó, na, kicsit más típusú a jelölt, ugye, Juli? Egy kicsit más típusú, ahogy olvasom. Egy kicsit fiatalabb, viszont szerintem kontraszt az eddigiekhez képest.
Fiatalabb. Mert, hát fiatalabb, hát két, hát úgy értem, hogy ahhoz képest két 30-as, kicsit nyomulós, rámenős, nem baj, ha a palit nekem kell felszedni, csajjal ismerkedhettünk meg szerdán és hétfőn, ugye Miss Halloween kedden ő egy kicsit visszafogottabb volt, és lehet, hogy csajok nagyon irányítani akarnak, lehet, hogy ő most egy kicsit kevésbé akar, de mindjárt elmondja. Jó, András pedig gondolom már hallgatja a beszélgetést. Itt van Petra. Hello, Petra, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Hello! Szia! Hello! Na, hát egy újabb csillingelő hang. Milyen azonos orgánummal rendelkeznek a lányaink egyébként. Nehéz lenne megmondani, hogy pénteken már, hogy kivel beszélünk éppen. Petra, na, hello! Honnan hívtál minket? Jelenleg Budapestről, tehát most Budapesten élek. Egyébként mezőtúri lány vagyok. Bírom, amikor valaki kicsit nyújtja a szóvégeket, az jó. Mezőtúri lány vagy, hány éves vagy, Petra? 23 éves vagyok. Hello, hello, hello. Hogy? Oh, papa, mama, mit mond erre? Jaj, mindenben támogatnak. Igen? De saját döntés volt, tehát igazából ezt én döntöttem el. Azért döntöttél úgy, mert hallgattad Andrást, vagy még előtte eldöntötted, hogy ez a játék neked tetszik, neked ez egy jó kaland lenne, te elmennél Valentin napozni valakivel, akit nem ismersz. Én már ezt előre eldöntöttem, tehát már amikor ezt felvezettétek, hát én tudtam, hogy nekem erre jelentkeznem kell. Úgyhogy igen, aztán meghallgattam Andrást, igazából hétközepén jelentkeztem csak, tehát még hétvégén nem, vagyis pénteken, amikor mondtátok, akkor még nem, hanem hétközepén, és azért, mert hallgatom Andrást, és abszolút szimpatikusnak tűnik. Úgyhogy... Na most Petra, te 23 igen. éves vagy. Az így András van, meg 36. Igen, hogy ezt is elmondom. Az 13 év kor. Mi a baj azzal? Na, akkor ezt kifejteném, hogy megengedjük. 23 évesen. 23 évesen még szerintem... 5 év múlva máshogy gondolt ezt majd meg. Már most másképp gondolod. Már most másképp gondolod, de meg kellett kérdezni. Már most csak rohadtál szent vagy. Én meg egy ilyen álságos hazug hogy nem kell élek, nem kell élek. És az a rohadt egy hazug, egy álságos szemét vagy. 36 évesen, hogy tud valaki összejönni egy 23 éves lányát? Csoda, hogy nem omlik ránk ez a nyomorult vízparton. De tényleg. Arra akartam szívni, hogy nem érdekelnek-e a 45-ösek. Ja, úgy jó. Ne bántsatok fiúk a korom miatt. Dehogy is nem, Ferit bántottunk. Hogy nem, Ferit, de hogy ha úgy érzed, hogy valaki bánt, akkor lenne itt, aki megvigasztja. Köszönöm szépen. Na. Egyébként jóval érettebbnek tartom magam a koromnál, úgyhogy emiatt tényleg ne aggódjon senki. Hogy egyedül? Hát egy 23 éves dögös csajnak, hogy nincs pasia? Hát a velem egykorú fiúk igazából szerintem tutyimutyik, éretlenek, ezért sem vonzodom hozzájuk, hanem inkább így a 30-as, 40-es korosztály felé kacsingatok, bár nem mondom, hogy köztük nincsenek olyanok, mint a 20 évesek, tehát azért köztük is vannak nagyon gyerekgondolkodású férfiak, de azért köztük könnyebben meg lehet találni szerintem azt a típust, aki komolyan gondolhatja, és lehet vele tervezni. Volt idősebb palid? Hát szinte csak. Csak idősebb. Így, mennyi volt a legnagyobb korkülönbség? Jaj, nem már. Na, gyerünk, 50-es volt a hapsi? Nem, egyébként 42 felé eddig még nem mentem. Meg vagyok. Az még nem. Egy 23-40, az nem vészes. Mert mi nem kaptunk képet. Nem árulhatunk el semmit, de van. Aha. Csak át. Mindegyik lányról nekünk van képünk, csak nem mondhatunk nagyon semmit, hogy... Ja, nem kell. A jellemzésen kívül. De akkor jellemezném magam, mert elmaradt szerintem. Jöhet a kép, hogy nézel ki, igen? Hát mediterrán típusú lány vagyok, kreolből, barna haj, barna szem. 172 centi magas vagyok, és 65 kiló, tehát egy ilyen átlagos. Nagyon. Testalkat. Mit sportolsz, mit csinálsz, van-e hobbid? Annyira sejtettem, hogy ezt a kérdést fel fogjátok tenni, és annyira örülök, hogy én vagyok az első lány, aki azt mondja, hogy nem sportolok semmit. Nem sportol semmit, hogy? A csajoknak fontos azért, hogy kemények legyenek, feszesek legyenek, hát azt azért a csaj... Persze fontos, igen, de nem ezt tartom a legfontosabbnak. Persze nyilván nem árt, hogyha valaki sportol, de én még... Petra, magától feszes. Magától feszes. Ez így van. Örülök, hogy ezt mondtad ki helyettem. Na, azt mondtad, hogy más tartasz fontosnak. Mi az a más? Hát igazából én mással hódítok, nem mondom, hogy a testemmel nem, de inkább egy nézéssel, egy pillantással, egy mosollyal, ilyenekre gondolnék. Ilyen, hát hogy is mondjam, rövid kalandod volt már pasival? Ami mondjuk nem biztos, hogy feltétlenül egy éjszakáról szólt, de benne voltál, kaland volt, lesz ami lesz, nem gondolkozunk, hadd szóljon.
Hát nagyon álszent lennék, hogy azt mondanám, hogy nem, de szerintem ezzel mindenki így van. Természetesen volt. Volt már vokrandim is. Tényleg? Volt, igen, ami igazából nem sült el túl jól. Ronda volt. Az a baj, hogy előtte nem csekkolta nekem senki, mint most ti András, tehát most bízom benne, hogy ez nem fordulhat elő, de igen, ronda volt, és az elég kedves kifejezés. Könyörtelen. És mit csináltál? Mondtad, hogy kimenél a mosdóba, és eltűntél, vagy felszívottál, vagy mit csináltál? Nem, egyébként nem hinnétek el, de én annyira kedves vagyok, hogy én végigülöm a randit, és utána kedvesen elválok a férfitól, és majd utána közlöm vele, hogy hát én mégsem erre gondoltam. És legalább jó tettetek, vagy jó volt a kaja, vagy? Hát igen, az általában jó szokott lenni. Ő fizetett? Hát persze. Akkor jó. Fontos, hogy egy férfi legyen, tehát ő fizessen. Fontos, igen. És nem csak a fizetésben merül ki ez, hogy fontos, hogy a férfi legyen, hanem legyenek meg a férfias tulajdonságai. Most András, ahogy hallom én itt az elmúlt három napban nem annyira kezdeményező, illetve olyan kis aranyosan, olyan kisfiúsan tolja ezt a csajozás kérdés, ami egyébként sok csajnak szimpatikus. Uh-huh. Te ezen a sárvári hétvégén, ha látod, hogy még András nem kezdeményező, akkor belevágnál, elindítanád a dolgot? Ha úgy érzed, hogy megvan a kémia. Nos, hát mivel ott kell töltenünk ezt a három napot, ezért vicces lenne, hogyha én sem vágnék bele, bár azért remélem, hogy András mégsem olyan, tehát nem tartozik a tutyimutyi férfiak közé, hanem tehát azért csak neki kellene kezdeményeznie. Az lenne a jó. Igen. Mi a véleményed az előző csajokról? Jaj, hát az előző csajokról van véleményem. Jó, mi adás, én éreztem. Úgyhogy szeretnék először kampányolni magam mellett, és hát igazából a csajok ellen, mert hát erről szól ez a műsor, hogy Andrást meghódítsuk, és hát nem puszipajtások leszünk nyilván. Nagyon szimpatikus vagy, hogy ilyen szókimondó vagy, ez jó? Igen, neked két diplomád van. A közgázas semmi. Nem, én nem erre a részre szeretnék rámenni. Na. De akkor ki is fejtem, szóval szerintem az előző három lány amúgy abszolút szinte azonos karakter, majdhogy nem, mind a hárman ilyen nagyon erős karakterek. Azt vettem rá, hogy amit le is mondtál Balázs, hogy irányítani akarnak, és hogy valószínűleg ők hordják a nadrágot a kapcsolatban, és már férfias tulajdonságokkal is rendelkeznek, és szerintem András egyébként, nekem az jött le, hogy András határozott fellépésű szerintem, és ő is szeret irányítani a kapcsolatban, és hogyha két ilyen ember találkozik, és kapcsolatba kerül egymással, akkor tragédia. Szerintem ez így van, aha. És akkor most jön a kampány magam mellett, hogy én teljesen más vagyok, tehát azért lennék én az ideális választás András számára, mert én ízig-vérig nő vagyok, és... Nagyon keményen tolod ezt a sztorit, igen? Nagyon jó. Leosztod az előzőket, elmondod, miért lennél jó, igen? Hát szerintem ezt így kell csinálni, nem? Mit kell csinálni? Ki kell csinálni? Így kell. Aztán azt mondom, ki kell csinálni. Mondom, az, igen. Így kell csinálni. Nem. És szerintem bennem megvan az a nőies gyöngétség, ami a másik három lányban nincs meg. És hogyha egy hasonlattal kellene élnem, akkor azt mondanám, hogy én egy kis cica vagyok, akit a simogat meg, akkor dorombol. Várjál, folytatja, kis cica dorombol. Belefejjenek a pultba. Igen. És a másik három lány viszont szerintem inkább oroszlánok, akik rávetik magukat a prédára, és a pasi helyett udvarolnak. A kutyafára. De kemény. És szerintem egyik pasi sem erre vágyik. Nem, a csődörök ezek olyan sejmes pázsitra vágyik, amilyen te vagy. Hűha. Mennyire fontos a Palinál az egzisztencia, hogy rendben legyen, jó legyen? Nagyon, szerintem nagyon fontos. Nem véletlen kérdeztem, éreztem ezt azért, hogy 23 és csak idősebb palikra vadászik, azért az ott szóba jöhet, hogy esetleg az is számít. Jól érzem, hogy fontos? Én nem vadászok senkire, félre értesz. Rám vadásznak a férfiak. Gyerekek, ezért jó ez az egy hét. Tök más típusú csajok jelentkeznek. Teljesen más karakter vagy egyébként 23 éves korod ellenére, mint az előző csajok, akik 30 évesek voltak, és nagyon máshogy tolták. De ez jó, megint egy más színfolt. Kicsit már a lányok kezdtek egyformák lenni. Petra tök más 23 évesen. Mentalitásban, gondolkodásban, mindenhogy. Tehát, hogy kiosztja az előzőket. Igen, máshogy gondolkozol. Jó, készültél kérdésekkel, Andrásnak?
Hát van egy-két kérdésem, igen, és azok is más hangvételek lesznek, mint az eddig ilyen. Jó, te remélem, nem a, mi a kedvenc színed, meg hát nyilván jó. Nem. Miért Balázs, neked ez jut le a beszélgetésből, hogy ezt a kérdést fogom feltenni? Kicsit helyre nem tértél. Nem, én elmondom nekem, az előző csajokkal kicsit az volt a probléma, nem merek bekérdezni, hogy figyelj, ott vagyunk a randin, kilépek a fürdőszobából, nem tudom, egy szál köntösben mit csinálnál velem? Érted? Holnap leléptem a szappanra. Nem frakkoltam egy rohadt nagyot, mert csúszott a kő. Figyelj, holnap ilyenkor már, hát nem azt mondom, hogy szinte útban vagytok, de mentek Sárvára. Hát ezeket meg kell kérdezni, hogy mi lenne, hogy képzeled, mit csinálnál az első, mivel tennéd romantikusabbá az első éjszakát. Nem biztos, hogy lesz valami, de mégis egy füstő, egy gyertya, mit tudom én, hát kicsit a csajok olyan kis körbe szimatolták, András, nem kérdeztek semmi konkrétat. Egy füstölő jó bükkfál. Na, csak mondom, hogy mi még kedveskedünk valamivel, ezt elmondhatjuk. Ugye? El is mondjuk, az lesz egyébként, és ezt már András is reméljük, hogy hallgat bennünket, tehát bárkit választasz, a szomszédban van egy nagyszerű fürdő, ahol mi is voltunk már. Hogy szoktad mondani, hogy Joe? Nem emlékszem. Péntek este romantikus Valentin napi éjszakai fürdőzés, szombat, vasárnap bármikor bemehettek fürdőzni, és most kapaszkodjál meg, egymás mellett fekvős masszázs. A csaj elindult Sárvára, hallod? Kész, elindult, vége. Ő ott van. Leüti a másikat, ha esetleg nem őt választja, a magas sarkujával agyonveri, és ott fogja várni a két személyes masszázsot. Te pedig miért nem választottál? Biztos vagyok benne, kész. Petra elindult Sárvára. Na. Igen, mert hogy ugye ez egy major, ahol lehet lovagolni, túrázni, sétálni, de hogy közben pedig ezeket a szolgáltatásokat ugye máshol lehet igénybe venni, el lehet menni például a fürdőbe, és akkor ott romantikázni egy kicsit, este pedig visszatérni a majorba. Ezt jó, na hívjuk Petrát még egy pillanatra. Igen, hát ez bárkit nagyon válasz, ez klassz lesz. Petra, itt vagy, hello? Visszatértem, nem tudtok lerázni. Ez jó, nem. Annyira jókor szakadt meg. Azt hittem, elindultál Sárvára, és a dupla masszázs előtt megvártad volna a konkurenciát. Agyonvered, és András kiosztott. Egyébként igen. Igen? Persze. Fú, neked biztos volt már csajbunyó. Te az a típus vagy, aki megtéped a másik csajt. Ha mondjuk kinéztek egy palit, vagy valaki rámozdul a palidra, te megtéped, nem? Tehát te kicsit ez a típus már vagy. Nem. Dehogy. Ez csak a látszat. Nem, de kicsit ez a határozottabb temperament. Nem, szóban kinyírta addigra. Jó. Na figyelj, adjuk neked Andrást, jó? Hogy mit kezdtek egymással. Kíváncsi vagyok. Itt van András. Hello, András, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia, Petra! Hello. Valaki újra a Balázsó. Egyébként kicsit tényleg elhúzzuk a falat. Na, András, mit akartál mondani? Nem, én is csak már hallgattam egy ideje, már bekapcsoltam a beszélgetést, nem mertem hozzászólni, ahogy Petra ennyit el is ment, hogy ott egymás mellett masszázs, mondtam, hogy akkor ez egynek meg van véve, de egyébként érdekes, teljesen más karakter tényleg, mint a többiek. Más, igen. Zavar-e téged, hogy ilyen fiatal? Hát nagyon hazudnék, ha azt mondanám, hogy igen. Gondoltam, érted. Én nem vagyok egy Hugh Hefner korba még, de hát szóval, ha őt se zavarja, akkor... Hát 36 valahogy vagy, nem? Hát magam 30... érde, valahogy túlteszem magam érde. Persze, 36 éves embernek lehet, hogy 23-24 éves barátja. Hát az abszolút nem baj. Na, hallgattad akkor Petrát? Hallgattam Petrát. Jó, na tessék, akkor összeengedünk benneteket. Én Petrát, ahogy ismerem, fog kérdezni nem sokára. András, ha szeretnél esetleg előtte te még valamit kérdezni, amit mi nem kérdeztünk meg, akkor hajrá. Szia, András! Először is szeretnék utólag boldog születésnapot kívánni, nehogy... Remélem, megünnepelted tegnap. Hát, egy elég faramúci helyzet állt elő. Nem, igazából nem sikerült. Egy fokhúzás sikerült, egy bölcsesség fogalmatározották el, úgyhogy ezért alkoholt nem ijattam. Ajaj! A esti buli, az eléggé visszafogottra sikerült. Mindenféle fogjegeléssel és ilyesmivel, hogy valahogy a hétvégére összekapjam magam. Elmentél rendbe tetetni a fogsorodat, András, a hétvégén? Na végre, megint meg van 28. Igazából életem első hát lugas foga volt, tehát a doktor bácsit annyira láttam, hogy leszette a fogkövet. 36 évesen azt mondták, hogy ez nem egy rossz arány, úgyhogy nem igazán tudtam, hogy mit évő legyek. Azt mondta Doki, hogy most itt igen, nem megyek, amíg ez ki nem szedi, úgyhogy most nagyon jó, hát ezen romantikus dolgok után, mint András
csajozás gyökérkezelése. Nézzük meg. Megint nem sikerült, igen. Őrületesen tolod ezt a csajozás kérdést. András elmondhat, hogy betömték a lyukat, fogadat is leszett. Kimütöttük a köldökszöszömet, már volt, hogy másfél kilo. Volt egy gennyes kelés az arcom, egy fönti fogsor, azt is megcsináltam. Na, oké, Petra, te jössz, akkor vedd a kezedbe az irányítást, jó, Petra? Egy kicsit nyugodtan kérdezzél. Van egy jó ajánlatom a számodra, akkor mit szólnál hozzá, hogy a hétvégén együtt megünnepelnénk a születésnapodat? És mivel? Mire gondoltál? Hát azt majd ott eldöntjük, de lesznek ötleteim, ne aggódj. Meg remélem neked is. Ne aggódj, lesznek ötleteim nekem is. Igen. András, nagyon elkaptak. Na most nagyon elkaptak. Aha. Ha itt nem vagy férfi, figyelj, de úgy elkapnak, meg is vernek. És benne vagyok mindenben. Kíváncsi vagyok a fantáziájára. Petrának ismert, úgy érzem, hogy 23 éves korára nem, igen, tehát nem lesz ez rossz, nem lenne ez rossz dolog. Nem tudom, mit mondjak, zavarom. El kell ismerni, megzabáltak. Erre azt kell mondani, figyelj, megettek, kész, végén van, bedaráltak. Le vagyok hengerelve már az első megtalálásunkat. András, nem vagy semmit, viszont vigyél magad a oxigén palackot. Különben nem éled túl ezt a hétvégét. Yeah, ha Petrát választod, az esemény dús lesz. Ezt mi már halljuk, igen. Petra, van-e még kérdés, amit szeretnék kérdezni? Hogy lenne? Hát nem is kérdeztem. Na, figyelünk. Most jönnek, csak igazán a zavarban ezt a kérdéseim. Hajrá! András, készülj fel! Nos, képzeld el azt az élethelyzetet, hogy egy viharos éjszakán agyonázva becsöngetek hozzád. Mit tennél velem? Nagyon hát jó, Petra, nagyon jól tolod, komolyan nagyon jól tolod. A vizes ruhát mindenképpen le kell venni, ugye kezdjük ezzel, nehogy megfázzál. Tehát igen, igen. Megfordulni az egészségedre. Biztos, hogy fel kéne, hogy melegítselek valamivel, mert hát ez megint csak az egészség rovására megy. Persze. Megfázzál. Jaj, kislányom, meg ne fázzál. Ja, igen. Csak nehogy azt mondta, hogy csinálnék egy jó forró erő levest. Hát mi az megfőj, addig értek? Megkérdezném, szeretnél a zsebnyekombót? A vizes ruhát, és úristen, ott helyben magad mélyvá teszlek a dajkomba, vagy... Figyelj, nem. Egy Palinak erre azt kell mondani, hogy figyeljen, van egy nagyon szép francia ágyam, van egy szatén lepedő oda, szépen befektetnélek. Uh-huh. És amikor azt érzem, hogy mindig nem melegedtél át, akkor egészen furamodon egyszer csak ledobnám a ruhámat, és befeküdnék mellett, hogy átmelegítsenek. Ropogna a tűz a kandallóban. Ha nagyon tüzelne a homlokot, biztos, hogy meghőmérőznélek. Beraknánk egy jó kis... Beraknánk egy Barry White lemezt, lekapcsolnánk a lámpát, és utána... És utána jön, amíg, engedd el a fantáziádat. Hát erre egy ilyen nagy labdára az embernek, el kell engedni a fantáziáját. Igen. Kirohannék a konyhába, megnézném, van-e vegeta? Na, van még kérdés, Petra? Hát, figyelj, felteszem a másikat, és hasonló lesz, készüljetek. Jöhet. Nos, éppen egy tárgyaláson ülsz, vagy egy értekezleten, vagy nem is tudom micsodán, ami mondjuk elég unalmas, megcsüren a telefonod, én lennék az, és mondjuk elmondanám neked, hogy mi van rajtam, és hogy... Fényképezhetnéd igazából, én ezt bárkolom. Egyébként akkor képet küldenék, hogy mi van rajtam, aztán beszélhetnénk arról is, hogy mit csinálnánk, hogyha itt lennél most velem. Mit szólnál ehhez? Zavarba jönnél és leráznál, vagy belemennél a játékba? Ne rohanjunk így előre, mi van rajtad, ugye? Tehát... Igen, azzal kezdeném, hogy ez a kezem ez nagyon kevés lesz, ezt illusztrálni kell egy képpel, tehát az ennek következő, hogy átküldenéd. Ha ebbe benne lennél, és hát biztos, hogy nem mennék sehova az értekezetről, fel nem tudnék állni az asztaltól, szerintem. Természetesen hát az értekezet az mehetne a levesbe, az úgy, ahogy van, az én ott elengedném a dolgot, és hát koncentrálnék rá, persze. Jaj, annyira jó válasz, András. Nagyon szeretem, nagyon bírom. Én ezt most nagyon bírom. Eddig ezt bírom a legjobban, komolyan mondom. Egy tök rávenős csaj, és András 36 évesek itt felzabáltak egy perc alatt, küzd, mint a fuldokló ember tolja, csinálja, de közben nagyon helyesek, mind a ketten. Nagyon jó, nagyon helyesek vagytok. Téged bekapott a szecskavágó, kemény. Véged, figyelj, András, véged lenne. Biztos, hogy benne, hogy véged lenne. Nem hiszitek el, hogy mennyi munka van abban, hogy
hogy visszafogott legyek, és ne engedjem el a dolgokat. Figyelj, ez is egy út, hogy valaki ilyen kicsit visszafogottan, kicsit helyesen, kicsit ilyen aranyosan, de nagyon cukin úgy csajozik, hogy pontosan nem is csajozik, és a csajok szeretik látni, hogy jaj, de aranyos, jaj, de édes, na ide nekem, aztán majd én ezt intézem. Tudod, jó, de tehát ez is egy is oda lehet érni. Aha, de Petra megetetett szerintem mindannyiukat. Persze, kis doromboló cica, mi? András, te beestél a cápa eltetőbe, úgyhogy téged felzabálnak. Felzabálnak. Igen, én gondolnám, hogy Petra egy dorombolós kis cica. Jó, van még kérdés, Petra, bármi, amit szeretnél tudni Andrással kapcsolatban, amire még nem kérdeztünk rá a héten, ami érdekel, vagy úgy nagyjából tudtok mindent, vagy tudsz mindent? A többit majd hétvégén megbeszéljük. Többit hétvégén. Jó. Tehát akkor azt ígéred, hogy ez egy eseménydús, jó hétvége lenne Andrásnak. Petra, hát ugye? Mindenki biztos lehet. És hogy válasszon téged? Hát ez egyértelmű. Jó. Oké. Okay. Petra, köszi. Pénteken hallgass minket, hívunk valamelyik ötiket. Rendben, jó? Köszönöm. Szép napot. Vigyázz magadra, ciao. Köszi, Petra. Hello, hello. Gyerekek, azért ez nem lesz semmi. Nem hát tudom, nem. Tényleg, hogy kit, hogy merre, meddig fogok választani. Mert Petra azért elég rámenős. Hát még egy van. Nálad jó az András, halva téged, nálad kell azt. Nem. De azért, persze, mert ezt látjátok, mert ezt halljátok, mert ezt engedem láttatni, de nyugodjatok bele, hogy Petra az... Figyelj, igen. Vele nem unatkozná. Nem. Vele nem. Senkivel nem fogok unatkozni, ígyetek el. Senkivel, egyébként senkivel, de itt figyelj, itt megsülne a cipó hamar. Azt nem? Hiszem. Tehát itt sok dolgot nem lenne, levezetsz, ott vagy, vacsorázol, eztek, és Petra intézni én a hétvégét. Én nem gondolnám, hogy odaig eljutunk, már azzal kezdenénk, hogy semmi. Ahol találkozunk. Csak menné Petra után. Én most az ebédszünetben a helyben elmennék koreai ginzengért. Önmagad, figyelj, mint itt, az állat. Egy perc, ha itt nem vagy kemény, felzabálnak egy perc alatt, úgyhogy nagyon résen kell lenned. Ginzeng, az nagyon jó. Az jó lesz az. Na. Minden tanácsot elfogadok. Azért jó ez a hét, mert teljesen más kaliberű csajok, nem? Tehát Petra nagyon más, mint Miss Hétfő, Miss Ked, Miss Szerda, rámenősebb, nagy szájúbb, Miss Kedhez képest, tehát égésföld. Viszont neked kell majd dönteni, András, úgyhogy konzultálj a barátoddal, kezelorvosoddal, és hívunk holnap. Jó? Bizony. És fogadj el egy jó tanácsot egy öreg lövésztől, csőre töltve nem menjél, de tartaléktár legyen nálad. Igen. Gyerekek, az alap. Csőre töltve nem randizunk. Tehát ez abszolút nem szabad. Hívunk holnap, jó? Nem lesz itt baj, megoldom én ezt, gyerekek. Köszönöm. Ne legyél puha. Jól gondold meg, kit viszel. Nem. Rendben. Ciao. Kitaláljuk. Köszönöm szépen. Hello. Gyerekek. Egyelőre Petrát kéne vinni. Komolyan mondom. A három csajna. Jó, a Miss Hétfő, Miss Szerda, és helyesek, aranyosak, cserfesek. Petra csinálja a műsort. Aha. Higgyetek el. Figyelj, mire oda jön meg kocsival, ott már kész vagy. Jaj, András, hoztam egy kis fasírozottas zsemlét, anyukám. Aha. Csomagoltam. Mondaná, tedd le azt a szendvicset. Álljunk félre. Jó lesz utána, hiányoztatok a kalória. Na jó, de én szeretem ezt a rovatot, komolyan, sűrűbben kéne ilyet csinálni. Milyen jó, hogy a Valentin végre nem azokról szól, akiknek van párjuk, ők megszervezik maguknak, nem? Tényleg, ez most a szinglikről szól. Meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy András hogy gondolkozik. Holnap még van egy jelöltünk, ugye? Ma még lehet jelentkezni, ha valaki szeretne morningshow.hu, az klasszfm.hu, fiúk, lányok, bárki jelentkezhet. Bedobhatunk hát volna. Abszolút, hogy 43 éves vagyok, Józsi, kamionról. Nagyon szeretnél boldogát tenni, esemény úgy hétvégénk lenne. Foggal csomagolok ki a cipzárait, meg a kincset. Ha jól viselkedsz, meg kamionoztatlak. A nyerg, fölülhetsz a nyergesre. Ha a gyerekek, na jó. Hát igen, szegény miszked, neki ezt most valószínűleg nem könnyű hallani, hogy arra is van igény, csak nem most. Tehát igen, arra a fajtára. Arra is abszolút van, mert ő is olyan helyesen volt, visszafogottabb, kevésbé rámenősebb nála a férfiasság szemben, hogy Miss Ked és Miss Csütörtök összehasonlíthatatlan, tök más temperamentumot képviselnek. Hát nem? Petra után szerintem már szombat este sírni fog Miss Ked után. Visszasírni, igen. Na meglátjuk, 3-4-10 lesz 5 perc múlva. Holnap 9 óra után lesz majd a döntés, amikor is András még meghallgatja Miss Pénteket, és utána vagy adásban tartjuk, vagy visszahívjuk Miss valamelyik napot, megbeszéljük a részleteket, és elindulnak Sárvára, hétfőn pedig az élmény beszámoló. Jó, 3-4-10 lesz 5 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, amelyik kutya ugat, az nem harap, ez golyó érte. Srácok, ez a beszélgetéshez képest a szürke 50 árnyalata, Jancsi és Juliska. Vidd Miss Keddet, Alamosz Nyuszi nagyot ugrik, tesó.
Ha Andrásnak nem kell a Petra, akkor kérem a számát. Mi a feleségemmel elviszük Sárvára. Andrásnak nem kell mennék a lepattanóra. Van igény. Ah, igen. Hát jönnek a tippek, hogy Andrásnak itt kellene vinnie. Gyerekek, meglátjuk, hát holnap dönt, aztán ismerve az ő temperamentumát, én érzem, hogy hogy fog dönteni. De még adjunk esélyt a Miss Pénteknek, hiszen holnap is lesz valaki. András szerintem szereti a felvezetést, ő az a típus, ez a lassú vízpartot most kategória, aki élvezi is azt, hogy valahonnan elindulnak, és akkor egy ilyen lassabb folyamat végeredményeképpen eljutnak. Csak de hát nincs nem ez a kategória. Meg nincs rá időd, két napod van. Ezen. Elfelejtettük megkérdezni, hogy mit visel az ágyban, Petra. Mondjuk nyilván lakcsizmát és gésogolyókat. Ostor. Ostor van nálam. Csak be van tűzve ide oldal. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Bennégünk volt ugye a mi drága Gáborunk. Egy olyan érdekes kis turmix receptjét hozta el nekünk. Elmondta, hogy kell készíteni, hogy kell inni, mire jó. Hihetetlen egyébként, hogy tényleg minden ott van a természetben. Négy komponensből áll, ugye négy összetevője van ennek a kis turmixnak. Csili, gyömbér, fokhagyma, torma. Elmondta, hogy kell készíteni, mire jó, mindenki ihatja otthon. Tényleg szenzációs. Valamint beszéltük egy cikkről, mi szerint az egyik társasházban egy titokzatos fúrót nem találnak. Hónapok óta három naponta három lyukat felfúr valaki, és mindenki az illetőt keresi. Bejelentkezett hozzánk egy hallgatónk, aki kiderült, hogy abban a társasházban lakik, és elmondta, hogy mi történt pontosan, mióta nyomozzák a hangforrását, és miért nem tudták eddig megtalálni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Gyerekek, aki miben alszik vonalat, itt kérdezik a hallgatók, mi joga, hogy András nem tette föl, nem vitte végig ezt a vonalat. Mindenkitől, hogy az elején még ki megkérdezte, hogy miben alszó a Halloweenben, meg nem tudom, de aztán ez valahogy kett után elhalt. Félt a válaszoktól valószínű. Mi a tip? Miben nem? Alszik? Nem tudom, eljönnek, megkérdezik gyorsan még András halminket. Itt vagy, Petra? Itt vagy, András, tehát álltunk fiúk. Nem, csak visszajövő, hogy András elfelejtette megkérdezni, és a hallgatók követelik, és ezt vigyük végig ezt a vonalat. Ugye kedden volt egy törés a Halloween-gel, szerdán volt, hogy nem tudom miben, te miben. Mindenkit megnyugtatok, sem pizsomában és sem Halloweenben nem alszom. Tényleg volt pizsoma is, igen. Aha. Igen, ilyen rövid pizsoma volt, igen. Az mit jelent? Melegítő nadrág, vagy miben? Hát a fantáziátokra bízom. Na jó, mi most szexi, fehér nemű... Hát igen, hogyha egy picit hidegebb van, akkor felveszek valamit, igen. Póló. De ha meleg van, akkor nem. Aha, jó. Oké. Jó van, Petra, készülj, lehet, hogy holnap hívunk, jó? Rendben, köszönöm. Ciao. Hello. Aha. Ez most már végig kell vinni, Andrásnak meg kell kérdezni a Miss Pénteket is, hogy ki miben alszik. Csabikám, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. A kérdéseitekből én azt gondolom, hogy számotokra akkor lesz sikeres ez a hétvége, hogyha András hétfő reggel arról számol be, hogy a kiszemeltjével sikerült összejönnie és mondjuk becserkésznie. De hát nem egy romantikus hétvégéről van szó? Tehát mikor lesz számotokra sikeres ez a hétvége? Mikor ha jól érzik magukat, és azt mondják, hogy lehet folytatás. Igazából de nem fogjátok azt gondolni, András, hogy micsoda egy lúzer, hanem jön össze neki az első hétvégén. Igen, ezért ez a romantikáról, meg a Valentinről szólt, nem arról van, hogy most leküldünk valakit, nem tudom, ilyen továbbképző táborból, hogy most két napon keresztül, ha nem szexeltek, mint a nyulak, akkor végetek van. Csak a kérdésének alapján tűnt úgy, amit ti erre mennétek rá. Nem, azért megyünk erre rá, mert András kicsit félénk, és muszáj a csajokat kicsit úgymond provokálni, hogy legyen kémiája a beszélgetések, mert szerintem ettől lesz, bár Petrát nem nagyon kellett. De a siker akkor van, vagy akkor lesz, ha a két ember úgy jön haza, hogy jól érezték magukat, történt, ami történt, akarják, elmondják, akarják, nem, de jó volt, és lehet, hogy együtt maradnak. És összejöttek. Ebben nincs benne az, amire te gondolsz. Nem. Csak simán jól érezték magukat. Jól érezték magukat. Nyilván mi hétfő megkérdezünk mindent, amire az ember kíváncsi, mi azért ülünk itt, hogy megkérdezzük azt, amit az ember a kocsiban megkérdezne. Mindig azt mondom, hogy az én dolgom megkérdezni azt, amit a kocsiban ülő is megkérdezne. Nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy nem akkor van siker az Meg egy picit adták magukat ezek a felvetések, mert Petra volt a legrámenősebb, most valljuk be őszintén, azok közül a lányok közül, akikkel a héten megismerkedhettünk. Igen, ugyanakkor tegyük hozzá, hogy azért nem annyira nem tudom, ördögtől való a kérdés, két szingli fiatal elmegy egy romantikus hétvégére, éjjel-nappali masszázsra, éjszakai fürdőre, nem tudom hova, belépővel, a Sárvárra, és akkor hétfőn megkérdezik a gyerekek, és... Volt valami, tehát hogy azért erre rá kell kérdezni. Tisztában vagyok vele, csak ne érezzük Andrást lúzernek akkor, ha mégsem. Andrást nem ettől érezzük lúzernek. Nem, most mi van? De nem, én nem bántom. Nem bántom. Mit kérem magamnak? András nem lúzer. Bejött neked is. Egy olyan ember, aki nem csinál hülyét a csajokból, az ételen keresztül. Hagyjátok ezt abba, miféle duma ez? András tök jó fej, fejezzétek be, elég volt. Mi a rokon? Betoltad, ismerős, hogy családtag, vagy mi van? Régen meg volt. Ismered? Nem, rokon. Csak hozzá akarnak venni egy Toyota-t. Exed, vagy mi van?
régen nézte a kölyökidőt, és tetszettem neki. Én szeretem, hogy itt erre raksz minket, nincs ezzel baj. Figyelj, hát mi csak felhúzzuk András, csak próbálunk neki segíteni, hogy milyen legyen. Andráson minden nap kicsit dolgozunk, egyre jobb. Meglátjuk holnap, milyen lesz. Na. Hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show jövő az ajándékcsomag. Ha nem mondja, ahogy ebben a hónapban még nem nagyon mondták, se a múlt hónapban. Altoklik a rovat, csak mondom. Na hát, amely most. Morning Show. De jó. Hello, hát. Sziasztok. Az mindig jó, ha egy lány a naphallgatója, ritkán szokott lenni. Hogy hívja, hogy hívna? Vikinek hívna, Viki vagyok. Viki, nem akarsz Miss Péntek lenni? Mert... egész kellemes a hangod. Nem, nekem van két gyermekem, meg egy férjem, úgyhogy ilyen randikra nem nevezek be. És ez kit zavar? Nem, csak viccelünk. Nem tudom, lehet, hogy a férjem annyira nem örülne, úgyhogy az egész ország előtt egy titkos randit lebeszélnék valakivel, de... Az picit bevállalós, igen. Van egy férjem, két gyerekem, de bennék sárvára a szívem szerint. De a gyerekek még soha nem voltak abban a fürdőben, aztán arra gondoltuk. A gyerekek, lehagyjuk a nagymamához, hát nem derül ki. Puszi, anya, most nem veletek az. Vikit mondtál, ugye? Így van, Viki. Viki, honnan hívtál minket, hogy hol vagy, hol hallgatsz? Ráckevei vagyok. Ráckevei vagy. Érted, nekünk srácok ehhez a beszélgetéshez képest a szürke 50 árnyalat a Jancsi és Juliska. Szellemes SMS volt, főleg, hogy most ugye van apropója. Láttad, vagy olvastad? Nem, csak a kolléganőim egyfolytában erről beszélnek gyakorlatilag napok óta. Úgyhogy nagyjából sejtem, hogy miről szólhat. Igen, hát a kielégítetlen nők bestsellere tulajdonképpen. Azért mondom, hogy a kolléganőim. Nagyon jól fogalmaztál, igen, mindenki a nincs tartós kapcsolata, vagy álmodozik, és nem mer megtenni bizonyos dolgokat, annál most nagyon hasít a szürke 50 árnyalat, és az úgy de jó könyv, igen. Oké, Viki, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Jó, rendben van, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgat. Szerinted kit választ? Hát én nekem a tegnapi hölgy a szimpatikusabb volt. Szerintem, ha kicsit hosszabb távon gondolkodik, akkor talán őt választja. Hosszabb távon akkor őt választja. Ha rövid távon, akkor lehet, hogy Petra. Így van, akkor a mai hölgy abszolút nyerő. Igen, hosszú távon valóban a kérdés, hogy az mennyire élhető. Igen. Petra tüzessége és fiatalsága. Igen. De ha egy trófea szeretne lenni majd Petra szobájának a falán, akkor mindenképpen. Igen. Viki, köszi, ciao. Köszi, hogy minket hallgatsz. Hello. Csabikám, remek zenék? És az lesz majd az érdekes, hogy András az egész után azt mondaná, hogy az összes lánynak a telefonszámát elkérhetem-e. Egyébként visszautalva a mai beszélgetésre, egy dal jutott eszembe, a halott pénznek a dala, hogy valami van a levegőben, úgyhogy ezt most meg fogom mutatni a következő órában. De szép! Ugye? Csabi! Így kötni egymáshoz nem kapcsolódó témákat. Csak te 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.